Ez itt a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. A Klassz FM-en. Nagyon szép jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez itt a Morning Show, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Éhes a malac, jaj, de éhes malacka, kis malac. Malacka, napszem. Nincs malacka. Nekem a késősére nem kell, nem? Ja. Hát, ja, bocsika, ja. Neki kell, ja. Neked nem. Hát neki van a listáján a késés, hát, és a nem tudom mi, nekem a, és a nem tudom mi. Aha. Nekem nincs, egyébként itt vagyok, nem késtem, hát ez még ez még beérős. Még ez szignálos, még jó van. Még intik le a futamot, és még ér be az illető, hát még nem aha, volt ennek. Nem volt ennek még vége. Az első két szót, még azelőtt hangozzon el, hogy betennéd a lábadat a küszöbön belülre. Hallottan, úgy elkezdtem ide a húzat. Igen. Ez a szardal, komolyan mondom, ez írjál jobbat. Ez egy rövid dal. Hát Zsűrt, ne tegyünk be 3 perces dal, tegyünk be 4 perces dal. Nincsen? Hát akkor rakd be a Guns N' Roses November, én az 8 perc, 5-3 másodperc. És vidám pörgős, és akkor vidám pörgős, és akkor megvagyunk. Azzal beérek, hát nem tudom kiszámolni. Esetleg nincs bent, mert ez is előfordulhatok a Mike Oldfieldtől, a Tubular Bells. Jó, az egy picit nagyobb lélegzetvétel. Fél hétig eltart, akkor meg már úgyis jön. Olyan rossz, hogy nincs egy fix kezdési időpontunk, gyerekek. Kezdeményezni fogom a programosztálynál ezt a dolgot, hogy legyen egy fix kezdési időpont. Aha. Fix. Tehát legyen az, hogy 6 óra 13. Aha. Fix. Mert azt ki lehet számolni, ezt nem lehet kiszámolni. Na, hát az két fix dolog kell, egy fix reklámblokk és egy fix hosszúságú dal. Azért 6 óra 13, mert ha 6 óra 4-kor véget ér a dal, akkor a leghosszabb reklámblokk is belefér, és aha, el lehet indítani egy dalt, ha nem mi vagyunk 6 óra 13-ig. Vagy ha kihúzzuk, akkor reklám után egyből el lehet indulni, vagy két dalt be lehet tenni. Tehát mindig ki kell tölteni 6 óra 13, és mindig 6 óra 13-kor indulunk. Nem na akarunk egy fix reggeli indulást? Várjál. Morning Show 6 óra 13-tól. És akkor tudom, hogy mi van. Várjál. Szállj magadba, vajk és légy szerény. Mondta. Ahogy a klasszikus, hogyha lenne egy fix időpontunk, igen? Akkor meg ahhoz igazodnál. Nem, beérnék. Tudod, mi van? Az van, hogy most a végighallgattam, egy darab reklámunk volt. Aha. És utána jött a zene. Tegnap volt, olyan 6 óra 9-ig ment, és aztán zene volt. Ez kiszámolhatatlan. Hát gyerekek, itt fix ütemterv van reggel. Az egy jó időpont lenne, nem? 6-13. 6-13, nekem 6-13. 6-12, tök mindegy. Nekem jó, melyik legyen. A jó? 12 vagy 13? Figyelj, én itt vagyok 6 óra előtt már 10 percet, nekem igazából, de legyen a 6-13. 6-13? Ezt kezdeményezzük, jó? És aláírásgyűjtés, népszavazás. És tudod, mi legyen? Csináljuk azt a reklámblokkal, hogy ez egy ilyen karitatív reklámblokk lenne, tehát ha nem tudják megtölteni a kollégák, mert ugye értem szerint mondjuk 8-ra akarja a hirdető, akkor itt kap egy pluszt. Vagy kap egy pluszt, vagy akkor berakunk zenét. Vagy esetleg. Kérde, két zenével ne induljunk már, nem? Hát valahogy ki kell tölteni, hát kétszer nem mehet. Kétszer nem mehet le a reklámblokk. Hát ne, akkor ne ezek a 3 percesek legyenek. Zsül, még egyszer elő ne forduljon, de tényleg. Azért késtem, amikor elmondom nektek, miért késtem, mert vetettem fűmagot, tegnap én is. Nyilván, és ezt még meg kellett locsolni. Valakit megkértél, hogy vegyen? Tessék? Valakit megkértél, hogy vegyen? Valakit megkértem, hogy vegyen. Aha, de nem vetettem, nem úgy vetettem, hogy vetettem, hanem aha, hogy vetettem, és aztán vetettem. És fölvittem vékonyan a földet, rávetettem a fűmagot, és ma reggel meg kellett néznem, hogy a rigók mennyit fogyasztottak el belőle, hogy kell-e még utánvetést csinálni. És mit találta a fűmű, hogy hanyat dőlve pár iszonyítos pókhasú rigót, ahogy simogatja, hogy kezdve durva volt a tegnap este. Rám nézni, hogy rohadt nagy szivar volt a kezdő, és ez megkösz, kis gazdá. Nagyon jó, ez a fűmag. Vagy, adj egy pacsit. És hogy csináltad az 1 centi földréteget, most lehúztad a fűmagokról, hogy megnézed, hogy látod, mennyi marad? Látod a tetején a fűmagot, persze. De azt mondtad, hogy leszórod a föld fűmagot, és rá leszórod. A földet. Nem. Ezt mondta neked? Leszórod a földet, 1 centis vastagom, és arra rá és arra abba szépen beleveted a füvet, a magot. De látod a magokat kint, tehát azok nem mennek egyből bele. Jó, csak én tegnap így is úgy emlékszem, ahogy Feri. Így van, tehát tegnap te ezt mondtad, hogy? Kedves főkertészünk, hogy leszórod a fűmagot, és ráhúzol 1 centi földet. Igen. Hogy? Nem, azt felejtsétek el, az nincs. Ha ez már leszórod, várja, új divat van. Ez az angol. Leszórod a földet egyszer, és azt mondom, hogy jó vékonyan legyen, tehát hogy ne takarj el az alatta lévő füvet, és abba szépen beleveted a fűmagot. Egyébként annyira vékony a föld, hogy nincs jelentősége nagyon. Mi így csináltuk, nem, mond, szépen na, kiszedegeted a fűmagot, készen. Jó, anyama, a virág menjen egyedül iskolába. Kapád föl. Egyébként azt mondtam, hogy szórd le a füvet, és szórd bele a fűmagot. Már a fűbe a fűmagot?
Igen. Aha. Nem a földbe. A földbe, igen. Ja, jó. Na, és ezt kellett ellenőriznem, és végigjártam a kertet, hogy reggel még, hogy kell-e még szereznem fűmagot. De minden rendben van, gyerekek, a rigók nem zabáltak, mert az összeset kilőttem. Ja. Úgyhogy... Vettem egy kézi ágyút. Vettem egy kézi ágyút, az összes rigót, az egyik társukat kitűztem a kerítésre, hogy így jártok, ha velem szórakoztok. Úgyhogy... Fűmagot ettem tábla a nyakán. Igen, ott vagyunk, és keresztül feszítve egy áldogát a kerítésen. Úgyhogy megvagyunk. Te meg figyelj, vagyunk. Te kertészek hős, akkor még egy kérdés. Na. Hogy szórod a fűmagot? Csak így szépen a kezeddel, vagy van egy ilyen fűmagszóró kis trolikocsi? Nem, ezek kis mennyiségű. Kis mennyiségű része. Igen, hogy először végigmegy egy jó kis traktor mögötte borona. Nem, ez egy kis mennyiségű fű, tehát ezt is szépen kézzel beleszórod, mint amikor eteted a galambokat a Szent Mártéren. Belencében. Csak fogod, és így elhinted őket. Úgyhogy gyerekek, ma minden nap locsolnom kell, vagy ezen túl, és egy pár nap, és gyönyörűen azok a részek is, amik kikoptak, azok gyönyörűek. Bedöglött az automata locsoló? Nem, képzeld el, hogy egy-két helyen kikopik a fű valamilyen, nem tudom. Úgyhogy szép, a kertet szépen kell tartani. Nagyon jó. Milyen magot vettél? Nem tudom, azt vették nekem. Fűmagot. De azt szerintem sport, a Benny miatt az ilyen sportmag. Tehát ilyen erősebb szálú kicsit. Nagyobb igénybevétel. És reggel locsolunk, vagy este? Füvesek. Miért átmész? Ha. Magát a kertet? Igen. Reggel. Reggel a hajnali locsolás? És abban akkor a nyomás. Konkrétan. Este mindenki locsol, és hajnalban kiszimatoltam, hogy mely az időpont, amikor tudok locsolni, nincs nyomás, mert 5 órakor senki nem locsol, úgyhogy én 5 órakor locsolok, mert hegytettől lakom, és nincs nyomás. Tehát nem ér föl a víz, mert 6-kor mindenki. Agyba föl locsol, mindenki. Mennyit, hogy Gerdi Csabot, és... De van ilyen, hogy hajnalban, akkor így megriadsz, és így... Hallod, Iki? Mi volt ez? Hallod? Valaki locsol! Azon, aki az ágyból, gyerünk gyorsan, egy időre. Sokszor kerek hétvégén arra, hogy megy a locsoló, amikor szárazság van. 5 óra, akkor gyerekek, senki nem locsol. Aha, tehát 5-ös a locsolás. Kiszimatoltam, senki nem locsol. Egyébként ez tényleg kiábrándító, amikor oda mész a csaphoz, így mit tudom, este felé már, hogy nem napsütésbe akarsz, mert hogy akkor sok értelme nincs, a fele elpároló, kimész, és akkor megnyitod a csapot, és akkor plutty. És akkor így jön ki belőle egy ilyen kis fáradt sugaracska. Próbálod elszorítani a végét, mert akkor a szűk keresztmetszet miatt hát, ha elmegy egy 4 métert, de már nem segít az se. Írják, hogy a rigók nem esznek fűmagot. Nem baj. Azok esznek. Akkor a sáskák. Ennek ellenére kilőttük az összeset. Ott a hegyen, ahol Balázsik élnek, ott esznek. De akkor igen, ez a ritka fűevő rigó. Igen. Nem hallottatok még róla? Ez más színű, piros. Nagyon ritka. Ezek mutáns rigók. Mutáns rigók zabálják a fűmagot. A kaveré, vagy mit tudom én, azokat is kilőjük. Senki nem nyúl a rohadmakhoz, mert megölöm őket. Úgyhogy ez volt a projekt reggel, ezt kellett futatni. Na. Viszont hoztam nektek süteményt. No. Te rendes vagy, nem? Megmaradt. Mi van? Tessék? Megmaradt jó, valahol. Elteltél vele befele? Jó? Rágitteltem nektek egy becsomagoló papírra, hogy egyétek. De jó hangzik, Istenem. De mindenképpen szórjunk a tetejére egy kis szezámmagot, mert én úgy szeret. Becsomagoltam és elhoztam nektek. Nem, képzétek el, hogy megint abban a Keleti Károly utcai kis cukrászdában voltam, amit én fedeztem föl, és ahova már te is nagyon szívesen igen? Jársz. Igen. Ma mentek oda? Ezért cukorturistáskodni? Ha persze, sajnos nem tudunk eljönni onnan, hogy 2,5 kiló igen. krémes nélkül távozzunk. Képzeld, nem ilyen cukik voltak, tegnap bementem, mert én is vittem az a családnak egy-két ilyen paleós sütit, mert ugye az is van nekik, fodrásznál voltam egyébként, és mire visszaértem, addigra már egy ilyen rohadt nagy csomagba becsomagoltak nektek. Igen. Olyat, ami nem romlandó, mert mondták, hogy nyugodtan adjam kint a kocsiban, mákos kifli, diós kifli. Igen, mákos kifli, diós kifli, ilyen kis diós kosárka. És ezt a tortavár küldi nektek. Úgyhogy nagyon cukik, nagyon drágák. Elhoztam, ott van, egyétek, egyet ettem meg útközben reggel. Nem nyúlt mi hozzá a család. Tessék? Mi van veled? Amit ti kapjátok, amit mi kapunk, azt nem dézsmálom meg. Reggel nagyon megörültem neki, hogy ott van az anyósülésemen. Gyorsan azért rámartam és megettem egyet. Ebből egyet abból, tehát kettőt. Azért. Aha, lassan haladunk, ja, igen. Hogy egy darab egyet, ebből egyet abból, ja. De van egy csomó. Csücsök. Most egyetlen, amíg nem jönnek a nyomulós kollégák. Így van, most 10 óra, 1 perckor a Hiéna Falka megjelenik, és gyakorlatilag ja. mindent felzabálnak, mint az asztalot ránk. Én egyébként úgy vagyok velük, mint egy-egy ilyen celeb házaspáros példát, nem akarok mondani, mert már nem akarok cillamarhat a hétvégére, de hogy én gyűlölöm és imádom is őket egyben. Mert hogyha bemegyek abba a cukrászdába, akkor nem tudok ugye eljönni, hogy gumigomból is, nyoskokból is, messze lakom tőletek, nem tudom, mikor jövök legközelebb, úgyhogy akkor legyen az is, az tényleg is, az jó. is. Tényleg jó, meg neked ilyen csokis trüffelt is küldtek, azt nem tudom, hova tettem.
de majd azt is behozom. A szétkenődött valahol. Fordulj meg. Hozta, tettem én is a saját trüffelemből neked egy kicsit. De milyen málnás belül azt mondták, és kívül csoki, és ez egy pici ilyen pár darabja, mint egy ilyen kis marcipán szeletek, vagy egy kis csoki darabok belül málnás. Hagyjatok békén, szálljatok le rólam, jó? Ne terrorizáljatok. Majd azt is behozom, de egyetek belőle, úgyhogy köszönjük szépen. Ez csak így a miénk, tehát ez nekünk küldték, nagyon drágák. Csavarokat meghúztad reggel? Milyen csavarokat? A késztő csavarokat. Hogy a sajkacsontot hogy van? Ja, gyerekek, képzeljétek el, hogy egészen jól. Hát csak meg vagy műtve. Igen? Azért gondoltuk. Meg vagyok műtve? Meg vagy műtve. Hol vagyok meg műtve? A kezeden, bal kezedben csavarok vannak a sajkacsontodon. Most olvastuk. És nagyon gratulálunk az orvosodnak, hogy ezt mindezt úgy csinálta meg, hogy még egy nyavajás kötés sincs rajta. Aha, mi ez? Ugyan, ezt nem mondom ismerem. Neked, hát a sajkacsontodat megműtötték, össze kellett csavarozni. Az orvosod szerint pedig egészen jó viselted a műtét. Mi? Most nem tudom. Ezért van valószínűleg ez a kicsit zavaros a fűmag szórásról, valószínűleg még a fájdalomcsillapítók hatása. Kérlek szépen, hát akkor hallod, most tényleg. Mondom neked. Ezt a tegnapi sztorinkból ezt tudta írni Mablik, össze kellett csavarozni Balázs kezét. Itt vagy benne. Na, még orvos van. Is van hozzá, vicces? De ez most mi ez? Majd azért a hálapénzt. Megműtötték a balesetes rádiós. Igen, azért a hálapénzt majd adod a doktor úrnak, hogy jó dolgozott. Ez mi ez a baromság? Na, edd meg a illusztráció van, az a legszebb, ugye, ilyen rajzos illusztráció, amikor baleset szokott lenni, akkor csinálnak ilyet, rekonstruáljuk az eseményeket, a fekete autó 130-al kisúszott a kanyarban, de itt valaki egyébként, valaki valahova oda telefonált, akik aztán mondtak neki egy fals információt, amiből cikk lett. Én mondjuk szeretem a kórházat, ezt ők adták ki, de itt volt a sajkacsontja. Persze, négy helyet csavarosztuk össze, öcsém. És platina csavarunk benne. Az már mind neki ez jár. Így van, Bécsből hozzattuk. Ezt most nem mondjátok komolyan. Hát, most nyomtattam reggel. Ezt most nem mondjátok nagyon komolyan. Nagyon kemény, mi? Azért, én azt hittem, hogy valami van, hogy pihensz. Tartani az újságot, mert a rossz kezével látod. Mondjátok le a 9 óra utáni vendéget. Bárki is jött volna ide. Felhívjuk őket. Hát ekkora büdös nagy kamut. Nagyon jó. Na. Eladtak egy rovatot. Mert figyelj, az van. Ha milyen? Mi az, hogy eladták a rovatot? Eladtak téged? Mi? Ez egy szponzorációk volt? Nem, hát ez mi az, hogy dr. Magyar Mátyás, ortopéd, traumatológus, a fájdalom ambulanciai szakmai vezetője, aki személyesen kezelte Sebestyén Balázs. Na, ugye, ezért mondtam, hogy dokid is van. De elmennek ezek a picsába. El. Hallod? Konkrétan, de a dokinak azért adja hálapénzt. Igen, meg nagyon származák. 9 óra után fájdalomcsillapító, meg látod, hogy össze vagy zavarod, nem is emlékszel a tegnap történtekre. Sebestyén Balázsnak egy titáncsavart ültettek a kezébe a gyógyulása érdekében. Ez most valami rossz vicc, vagy ez most micsoda? Ez nem normálisak. Ezt hozták le abban, hogy én tegnap elmeséltem, hogy segre estem, vagy ezért lementem úszögbe. Hát bizony. Nem bizony. Figyelj. És mert engem ahogy kezeltek a fájdalom ambulancián. Igen, mert ahogy leestél, akkor kitámasztottál ballal, és ott eltört a sajkacsontod. Nagyon jó. Én elhiszem, miért titán nem hiszitek el? Egy pontot van Janinak, húzzunk be rögtön. Titáncsavar, érted? De már mizé sárga rész vagy valami vacak, neked ki jár, titáncsavar van benned. Az is na, jó van, jó az azért. Tudsz élni. Na, jó van, na. Jó és bulást. Milyen gyorsan, és tényleg az kéne, hogy ezt a műtéti eljárást, amit rajtad alkalmaztak, ezt terjesszük el az egész világban, mert nincs nyoma. Hol a heg? Másnapra. Na, endoszkopos műtét volt? Nem, szájon át tették be neki. Hát, vagy... Figyelj, most konkrétan megszólalni nem tudok. Ugye arról volt szó, hogy tegnap én elmeséltem, hogy sportbaleset ért engem, mert hogy felhúztam egy ilyen húzózkodó rudat az ajtófélfár, és az a rút kiszakadt, és én leestem, és konkrétan lesérült a gerincem. És viccesen mondtam, hogy nem tudok járni. Erre ők megszólaltatnak egy dokit a bulvár újságban, aki engem kezelt. Aha. Fingom nincs ki ez a doki. Lehet, hogy és régen. Hogy azért választotta egyébként a titáncsavart, és nem a 3 hetes gipszet nekem. Igen, mert hogy én jövő héten egy sportversenyen indulok. A mindenit, gratulálom. És nem ez is a doki mondta. Engem személyesen aha. kezelt az ambulancián. Hogy mernek ilyen büdös nagy kamut leírni? Na mondjuk, ha, de tényleg, ha azért ez a doki létezik, és a nevét ezt felhasználták, azért ott is lesz egy kis cibálás. Hát igen, hát vagy doktor. Összekevertek valakivel. Azonnal hívjuk fel Istenes Bencét. Szegény Bence, most medgipszel. Nem, engem nem kevernek vele össze, őt keverik össze vele. Hát ez igazából a végeredmény szempontjából lehet, hogy most nem mindegy. Nem mindegy. Figyelj, és egyiket a jövőti sportverseny ugye meg arra vezethető vissza, hogy Balázs mondta, hogy egy délutáni teniszmeccset kell ezért lemondani, vagy az került veszélybe a kis sportsérülése miatt. De hát figyeljetek.
És, de mondjuk mi nekünk kicsit rosszul esik, hogy két dolgot is titokban tartottál előttünk. Egyrészt a jövő heti senior teniszversenyedet, amin ugye indulsz. Így a Masters 3. Így van, a Masters 3, másik meg ahogy titán van benne. Aha, szóval hát ez... mindegy, ez van. Mondtam én ilyet, hogy a csuklómra zuhantam? Nem. Szó nem volt erről. Csuklómra zuhantam. Nem tudok járni. Valaki. És lehajolni. Valaki a műsor után megyek a Kerinc klinikára. Tényleg? Mész oda is? Ez mi? Már így keres a Blik pénzt, hogy erre egy cikkben egy fájdalom ambulancia hirdetést, és ez beleírja egy cikkbe. Gyerekek, ebből a cikkből most már egy büdös szó nem igaz. Hát, annyi, amennyit kivettek a nyilatkozatból. Hát, a második is mondta, része a doktor is nyilatkozott. Hát ott ugye érted, a doktor biztos szavai hihető ebben, hát csak nem vittek oda hozzá valaki, és professzor. Hát holnap a társadalmat. A szakember azt is elmondta, ebből a szerencsétlen ottani balesetből nagyobb baj is lett volna. A sajtcsont sérülés, nehéz fölismerni, ha nem veszik észre, akkor lehet szövődménye, vagy a csont elhal, és gyakorlatilag terhelhetetlenné válik az ízület, fogalmazott az orvos. Atya, úristen! Hát nem mindegy, hát srácok, ez van, jövőjétem, mi lesz? Tehát, hogy hova tartunk? Két darabból varták össze a népszerű rádiós televíziós személyiség. És a Bors mit írt, hogy fityma szakadásom volt? Ezen már nem akartalak terhelni. Ők mit szeretek, hogy leszakadt a fityma fékem, mert azon húzódkodtam? Mondjuk azért csak mondom, hogy ha már szóba hoztad, akkor ők is megírták. És ők mit írták? Azt, hogy beleszakadt az előbőröd egy eritreai menekültbe. Balázs az előbőrön húzódkodott, és leszakadt a fitma féke. Elöntött mindent a vér, és úgy néz ki, pénisz ferdülése lett. De hogy gyakorlatilag Janira kenik az egészet, hogy rossz tanácsot adott neked. Igen. Viszont csak mondom, hogy melyik újságnál mennyit érsz, tehát itt azért egy féloldalas, vagy ebben megérted egy ekkora kis sáfocska. És ott mi van? Ott kikezelt? Ott izé, nem, itt nincs semmi. Józsi a tisztálátó? Nem. Vagy Ica az auraevő, vagy Karcsi a fényevő, vagy izé, tehát hogy hol? Nem, ott nincs olyan konkrét, mert nem tudták eladni. Tudták támogattatni a romatot. Hát figyeljetek, ez van. Na, hát most kiderülnek itt dolgok, de tényleg azért lehetnél őszintén velünk ennyi év után. Mindegy, mindent az újságból kell megtudnunk. Szóval csavarosra rögzítették a karomat. Meg eleve hoztam volna kompótot, narancsot. Bement Feri főzött volna rántott leves, valami kímélőt. Azért tegnap bementünk volna a kórházba, ha szólsz. Még ambuláns is. Én azért megnéztelek volna ilyen hátul gombolos köpenyre. Így néz ki, ő doktor Magyar Mátyás? Meg a ortopéd traumatológus. Nagyon vastag a szemüvege? Ő a doki, akivel én tegnap elvileg találkoztam, és titán csavarokat ültetett a kezembe. Hívjuk már föl. Hát ő egy fiatal srác azért. Jó. Csörögjünk rá, kérdezzük már meg. Jó. Na most tényleg. Jó az? Bari egy ekkora esésnél természetes a memória zavar. Tényleg a fejem nem ütöttek be. Na jó, van gyerekek. Mindegy, ez van. Figyelj, ez inkább szerintem azt a vérömlöny szívasuk le az agyadból, ez a kávé már nem segít rajta. De így már meg. Attól nem tér vissza az emlékezeted. Kicsit remeg a kezem. Hol kezdjük, a dokinál vagy az újságnál? Lehet, hogy szegény doki se tud róla. Aha. Hát vagy valaki bemutatkozott neki, jó napot kíván a doktor Magyar. Önsebesi Balázs. Lehet, hogy tényleg egy álsebesi Balázsnak ültettek tegnap titán csavart a kezébe? Most gőzerővel dolgozik valószínűleg az újság azon, hogy szerezzenek egy Sebestyén Balázsnak egy 10 rugóért. Azt mondja majd, hogy tegnap megműtötték. Hát ilyen büdös nagy kamut. De komolyan mondom. Ez nagyon pofátlan. Tehát ez tényleg nagyon pofátlan. Most tényleg azt írnak, amit akarnak. De most nem lehet, hogy félrevezették őket. Ki? Hogy ez tiszta jó indulatból megírta. Nekem szólt tegnap a sajtósom, hogy a Blik és a Bors ír egy cikket abból, amit én reggel röhögve elmeséltem. Uh-huh. Mondom, gyerekek, én nem nyilatkozom, mert nem tudok pluszba semmit hozzátenni. Írják meg a megszólalás alapján, amit hallottak, nincs vele baj. Hát elmondtam egy rádió műsorban, az publikus, nyilván hozzák le. Tehát, hogy ez az ember sajnos nem tud mit csinálni. Hozzák le. Amit mi beszélünk a műsorban, az tényleg fent van, a honlapon hozzák le. És én elolvastam a cikket, amit a Blik is, meg a Bors is. És nem ez volt? És tök korrekten leírták, amit én elmondtam tegnap a műsorban.
erre jön dr. Mátyás Mátyás a titán csavarokkal, és tegnapról már a titán csavarokat ültetnek a karomba, megműtenek a fájdalomambulancián, ami egyébként, hát nem is tudom, hogy ott műtenek. De nem, hát ott fájdalmat csillapítanak. Én megmondom őszintén, hogy én most már máshol nem megyek, csak hozzájuk. Ők úgy műtenek meg egy embert, hogy az nem is emlékszik rá. Tehát, hogy annyira tapintatos, és annyira fájdalommentes a beavatkozás, de tényleg. Hát figyelj nekem, ez van. Hát most... Valaki azt írja, Balázs, egész jó hangod ahhoz képest, hogy az újság szerint tegnap verekedésbe keveredtél egy belvárosi szórakozóhelyen. Nem, az Kálai Szandrás. Ez írja Richelieu. Jó, Balázs. Na jó van, hát ennek még utána járunk. Tényleg kíváncsi vagyok. Fél hét van pontosan, hogy állunk a játékkal? 2-1-re vezetünk. 2-1-re megyünk. Ugye rövid hét van. Jó, én nem játszom, mert nagyon nyomnak a csavarok, gyerekek. Hát melyik kezemben van a csavar, azt így játszik? Bal kezemben. Jobb kézzel fogom a csészét, nem tudom a bal kezemet, és azóta így tartom, mióta elolvastam. Ugye? És kezd fájni. A kezem. Kidomborodtak a csavarok a kezemben, nézd meg a rohadt életben. Szóval, hogy 2-1-re megyünk. Jó van, lehet jelentkezni játékra, jó. Ha valaki szeretne velünk játszani, akkor írja meg nekünk. Nyugodtan arcoskodhat is egy picit. És most felélegeztetek a rigók is, hiszen most arra gondolok ebben, hogy hú, nem tudja meghúzni a ravaszt. Nem ránk fókuszál. Igen. És csak azt nem tudom, hogy a reptére hogy megyek át a kapun. Leveszem a bal kezemet. És berakom a kis igazolást. Vagy igazolást fogok mutatni, hogy ilyen creepy, hogy ne csipogok állandóan, mert teflon a fejem és titáncsavaros a kezem. Hát, egy. Nem egy ütközet volt. Hogy fogok átmenni a kapun, de mindig besipolok majd? Hát ilyen szörnyű világ lesz. Majd doktor Magyar ad egy igazolást. Na jó van. Fél hét múlt pontosan egy perccel jövünk Ákos híre után. 10 perc múlva pontosan 7 óra. Jó reggelt kívánunk mindenkinek. Itt vagyunk, és... hát igen, játszunk. Fekete-fehér, igen. Nemet M1-es 84-es kilométer könnyen a felüljáron a Yard, ma is madárlesen van. Gabsi küldte nekünk, köszönjük szépen. Balázs, ismerem az altatóorvos, sok minden történt, amire nem emlékszel. A feneked nem azért fáj, mert ráestél, bandita. Küldte nekünk, köszönjük szépen. Én több éve várok platina csavarokra, te meg egy nap alatt megkapod. Hát ez rohadt jó. Egyik ezek Szatyi. A soron kívüli műtétek nekem is nagyon csípik a szemem. Szatyi küldte nekünk, köszönjük szépen. Jó, visszatérünk még erre a témára, jó? 9 óra után ezt felgöngyölítjük és foglalkozunk ezzel. Mindenféleképpen. De addig is mindenképpen nézzétek meg a legnagyobb videó megosztó portálokon, már fenn van a Titán ember visszatér című filmnek a trélere júniustól a mozikban, de csak a jobbakban. Mi ez a music, tök jó, egyébként tényleg nagyon jó kis dal. Fehérvári Gábor Alfred, Mary Joe, ez a dal címe, és egy nagyon jó hangulatú dal. Mi szeretjük, jó, tényleg jó dal. Mit szóltak a francia rádióshoz? Szép napot, Fanni. Ki a francia rádiós? Kuki? Csinált valamit? Kuki? Írjátok meg, hogy mit csinált, és akkor mondjuk, hogy mit szólunk hozzá. Mi egy francia rádiós itt ismerünk, Kukit. Ha valaki valami más csinált, akkor írd meg, léci Fanni, hogy mire gondolsz, és akkor beszélünk róla. Természetesen. M1-esen 93-as kilométer utáni benzinkúton leterelős matrica és egyéb kontrollhatár felé előtte pár kilométerre Trafipax, ezt Frost küldte nekünk. Mi pedig játszunk, már itt is van a játékosunk. A verhetetlen rádiós trió felkészült a harcra. Egy műsorvezető, 4 tiltott szó. Fekete, fehér, igen, nem. Felkészültél? Jól gondold meg a választ. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, sziasztok! Szia! János vagyok. János, hello, hogy honnan hívtál minket? Hát most úton vagyok Dunaújvárosba. Mit csinálsz arra? Félreálltam. A papírgyárba építenek egy erőművet, és ott csinálunk villanyszerű munkákat. Papírgyárban erőmű? Igen. Papírgyár saját magának épít egy erőművet. Uh-huh. A papírgyár magának épít egy... De miért kell egy papírgyárnak erőmű? Hát, hogy a villamos hálózatát könnyebben tudja kezelni. Aha. Menő. Ez menő. Egy olyan papírgyár, aminek már erőműve is van. De jó, és mi fogja hajtani? Mi termeli majd az elektromosságot? Hát darált fa és barna szén. Aha, kazánja van. Jó van, tehát akkor nem a maradék papír. Nem orosz akcentusú emberek hoztak valamit egy aktatásra. Igen. És egy ilyen örök mozgóban papírt állítanak elő, hogy fűtsék az erőművet, ezt viszont elégetik, hogy menjen az erőmű. Tudod, és utána újra előállítják a papírt, amivel aztán befűtenek. És sose adnak erőmű, a perpétum mobile erőmű. Sose adnak el papírt, sose állítanak elő kézterméket, mert mindent eltüzelnek. Jani, kivel szeretné játszani? A Ferivel. Csodás. Feri. Nagyon jó. Ez. Jó van, esetek egymásnak. János. 3, 2, 1, fire! Villanyszerelő vagy, ugye? Villanyszerelő vagyok, igen. Hát,
A kávémban nem tudtam beleinni én konkrétan. Meg, rohadt sokat gondolkoztam az első kérdésemben, mi legyen az. Hát, Jani. Nem vettük át a szabályokat, én János. Én gondolkodtam. Ennyire szereti a szakmáját. Rögtön. Látod, rögtön elengedte a játékot. Már igen. Blankolásról akar beszélni, csokiról és egyebekről. Ez a kettő, ami eszembe jut a villanyszerelő szakmából. Igen, szép volt, Feri! Hajjaj. Jani, bocs. Hát ez így sikerült. Rövid játék volt és felejthető, de játszunk majd még valamikor. Valami más is igen. Akár. Jó? Jó. Köszi a játékot, csáó. Vigyázz magadra. Hello. Hát, gyerekek, akkor 3-1 ez a hét, lehetett volna döntetlen, mert 4 naposak voltunk, de 3-1-re akkor megnyertük, és ez így én már nem is tudom, hogy hány. 17. hetünk talán, 17. amit megnyertünk. Igen, 17-2 talán. Igen. Na, fölhívta Anna azt az SMS írót, aki írt nekünk SMS-t francia rádiósokról. Ők nem francia rádiósok, de értem, hogy mire gondolt Fanni. Azokra talán dán rádiósokra, norvég rádiósokra gondolt, aki bicikli pumpával agyonütöttek egy nyulat élvadásban. Egyébként a kísérlet nagyon érdekes. Uh-huh. Úgyhogy érdemes róla tényleg néhány mondatot beszélni majd a hírek után. Óriási felháborodás van, de ők ezt joggal, okkal csinálták, mégis azonban egyébként baromi nagy a felháborodás. Ezt szerintem titok máshogy fogjátok gondolni, mint ez én. Ez biztos, úgyhogy, már most. Na, akkor erről kicsit beszéljünk. Uh-huh. Ugye ők azt akarták demonstrálni, hogy mennyire álszentek az emberek, csak röviden aztán már a hírek után erről beszélünk, hogyha valaki ezt élő rádióadásban teszi meg, egyébként szakszerű körülmények között, akkor micsoda felháborodás van, közben pedig ezen felháborodók nagy része húsevő, és nem törődik azzal, hogy naponta hány millió állatot ölnek meg csöndben, szemtelenül, kegyetlenül, úgy, hogy senki még csak hangját sem emeli fel. És arra akarták felhívni a figyelmet egyébként, olvastam ezt a cikket, 444-en, ez érdekes dolog, hogy milyen álszent az emberi magatartás, hogyha ezt élőben, ha végighallogatod, és ezzel sembesítenek, te felháborodsz, de közben egyébként este már lerakják az asztalodra, naponta 1 millió állatot ölnek meg, tartják őket úgy, végzik ki őket kegyetlenül, azzal viszont senki nem foglalkozik, mert finom megesszük, az a dolga meghaljon. Uh-huh. És ők ezt szerették volna demonstrálni, brutális felháborodás, gyerekek, hát miért csinálnánk aznap este minket, itt hárman keresztre feszítenének egy karóval, de közben álszent a társadalom, és azt fogjuk megbeszélni, hogy miért, ezt máshogy látjátok, ugye? Gondolom én. Jani szerintem nem egészen. Én ugye nagy vega vagyok, és ezért vagyok vega. Tehát, hogy, igen, csak hogy élőadásban kell állatot ölni, ezért egy bicikli pumpával. Hát rádióműsorban, tehát hogyha ezt akartak demonstrálni, hogy egy rádióműsorban el lehet játszani a dolgot úgy, hogy gyakorlatilag mindenki elhiszi, erre volt már példa számtalan a múltban is. Ennek úgy van ereje, ha megölöd. Igen, tehát hogy amikor ez egyesült, hogy hívják ott egy UFO támadás, egy UFO invázit, és el tudtak hitetni az emberekkel úgy, hogy nyilván nem történt meg, ezt is el lehetett volna hitetni, nem kellett volna megölni érte egy állatot. Hát igen. Így az erősebb. Hogy meg is történt. Na, beszélünk róla pár mondatot, szerintem mindenkinek van, ami érdekes a téma. Aztán jövünk, mert hogy készültünk témával 7 óra utára. Méghozzá az albérletes csalásokkal szeretnénk egy kicsit foglalkozni, mert hogy egyre több van ebből, és arról beszélgetünk majd, hogy ki hogyan próbáltak rávenni arra, hogy vegyen ki egy bizonyos albérletet, milyen trükkökkel találkozott már, amikor lakást akart kivenni, és nézett meg, hogy próbáltak egy lakást építeni, máshogy eladni, vagy letagadni az igazságot, hogy penészesek a falak. Értem, hogy mindent meg akarsz tenni a hallgatókért meg, hogy ez a régi fordulatszám is, hogy működjön meg mennyi, de tényleg egy picit lassítsál, jó? Mert most amúgy is le van gyengülve az immunrendszered, műtét miatt. Érted? Én szerintem azért nem hagyszol túl magad ennyire. Az a baj, hogy a kávéskanállal mindig hozzáragad a kezemhez, mert a titán csavarok mágnesesek, ezt nem mondta senki. Azóta úgy meg elmegyek a mosogató előtt, és négy kanál fölúrik a kezemre. Igen, én is mondtam, hogy vegye meg dúsult a szemöldökön, aztán kiderül, hogy csak egy kis vaspor volt, amit fölragad. 3 perc, pontosan 7 óra, jövünk a részletekkel. Ákos ide után. 7 óra, 10 perccel, jó reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Hello, Feri! Hello! Hello, Jani, hello! Hello. Drága hallgatók, itt vagyunk a Klasszon, egy jó kis Justin Timberlake, Nelly Furtado és Timbaland dal után. Ez a Timbaland egy tehetséges pali egyébként, jó, régebben jó dolgokat csinált. Most nem tudom, kivel mozog együtt, vagy mit csinál, de a Puff Daddy-vel is, a Justinnal is egy nagyon jó kis dalokat csinált. Sőt, a Madison Square Gardenben még a Justinnal fel is lépett, és jó, kifejezetten jó zenész, jó producer. Jó dalokat írnak. Együtt. Ez is egy közös dal egyébként, és ebből még bevették a kis Nellit is. Kellett a kis Nellit is. Igen, és milyen jó a klipje is ennek a dalnak egyébként. M1-esen azt mondja, hogy fotóznak a 44-es kilométernél, a 71-esen a 21-22-es kilométernél szintén drága fotók készülnek, Tipcsi küldte nekünk, M3-as 203-as kilométernél van trafi Budapest felé, ezt Dávid küldte nekünk, valamint az M1-esen egy valami pihenőnél beterelős full control Győr felé vezető oldalon. Mondjam én ezt a full kontrollt, vagy nem mondjam?
Hát, mert a ha közben trafit mondod, akkor szerintem a full control-t is mond. Full control-al több bajom is van. Mm-hmm. Romá szivatnak bizonyos embereket, fuvarozókat, ugyanakkor közben van rá lehetőség, hogy elkapjanak néhány olyan autót, esetleg a képer a határ felé megy, és beleszalad egy ilyen full kontrollba. Uh-huh. De ez nem csak az autósokról szól, ez mindenkiről, és itt azért ott sokan szivatnak sok mindenkit. Mindegy, nem tudom, ezt még nem, sose tudom eldönteni. Mindig vajúdom. A trafit mondom, meg minden, de a full kontroll, mindig bajom van, aztán mindig rászaladok és beolvasom. Azt mondja, hogy az ilyen zenéknél azt érzem, hogy a Shy Guys és Paprita is Grammy-t érdemelt volna, ilyen Richelieu. Hát Richelieu nagy Depeche fan, úgyhogy ő neki ez annyira nem jött be. Az Empire sorozat zenei producere Timbaland most Yetu küldte nekünk. Köszönjük szépen, gyerekek, hát ezért jó. Az Empire-ben nagyon komoly zenék vannak. Igen. Az amúgy is egy lemezkiadóról, meg a lemezkiadó tulajdonosának a kis történeteiről szól. Jó sorozat egyébként? Jó, igényes. Hát szeretni kell azért ezeket a zenéket egyrészt, másrészt meg az a világ. De jó pofa. Na, dárádiósok, egy kicsit ma beszéljünk róla, mert ígértük, és egy hallgatónk felvetette, a kísérlet önmagában érdekes, megosztja a közvéleményt, és hát hol vagyunk mi a dárádiósokhoz képest, ugye? Tehát, hogy mennyire szeliden nyomjuk mi ezt a reggeli műsort. Ugye tulajdonképpen arról van szó, hogy hát ők élőben megöltek egy kis nyulat, és tették mindezt azért, most nagy vonalakban mondom, nyilván ők azért ezt hosszasan boncolgatták, mert hogy egy vitát szerettek volna ezzel elindítani tulajdonképpen. Bicikli pumpával egyébként teljesen szakszerű módon élőadásban agyon ütöttek egy kis nyulat. Hát már ha a bicikli pumpa lehet szakszerű a kivégzése, itt azért én rögtön megakadnék, a bicikli pumpa helyes alkalmazásáról nyilván nem kell hosszasan beszélni. Rádiós, nem ez az. A rádiós azzal védekezett, illetve azt mondta, hogy ő gyakorlatilag ezt a szakszerűséget ott sajátította el, hogy bement egy állatkertbe és egy állatkerti gondozónak a segítségével, aki kígyókkal foglalkozik, és naponta öl meg nyulakat. Fájdalommentesen, attól tanulta meg, hogy kell. Aha. De nem hiszem, hogy egyébként ő bicikli pumpával verni agyon azokat a nyulakat. Igen, ezt tényleg mondta, hogy állatkerti gondozó adott neki tanácsot, hogy lehet a legkisebb fájdalom okozásával megölni egy 9-7-es nyulat, és a közösségi oldalon posztoltak egy videót a leölt nyúl állítólagos megfőzéséről, illetve angol nyelvű magyarázatot is adtak az akcióról, és azt mondta az egyik műsorvezető, hogy hazavitte az állatot, és megfőzte egyébként a gyerekeikkel megette. És aztán nyilván létrejött egy Facebook csoport, akik a reggeli műsor bojkottálására szólították fel a rádió hallgatóit, és azt mondták, hogy hát tulajdonképpen ők arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogy mennyire álszent módon közelítenek az emberek ahhoz, hogy bánunk az állatokkal, és ha valaki ezt megmutatja egy élő rádió műsorban, akkor micsoda felháborodás van. Közben pedig egyébként mennyi állatot ölnek le úgy naponta, hogy azok, akik felháborodnak, egyébként ugyanúgy esznek húst, akik felháborodnak és kiborulnak ezen, hogy ezt élőadáson nekik végig kellett hallgatni, azok ugyanúgy megvásárolják azt a nyulat, azt a csirkét, amit embertelen körülmények között tartanak. Az egész életük egy rohadt nagy kínzás, mert olyan ketrecben, olyan kalitkában sose látnak napfényt. Egyben egyébként teljesen igazuk van, soha nem esznek természetes tápot, tele vannak antibiotikummal, bolhásak, férgesek, mit tudom én. Velük senki nem törődik. De ha egy rádióban ilyet csinál valaki, akkor az micsoda felháborodás. Mondják sokan azok közül, akik egyébként este ugyanúgy esznek nyúlpörköltet, amit megölnek egy étteremben, vagy csirkét, vagy bármit. Na és ez volt a vita indító, hát óriási felháborodás persze, és az ember állat közötti álszent kapcsolatra akarták ezzel felhívni a figyelmet. Mit mondtok? Húsost vagy nem húsost akarsz hallani? Melyikkel kezdjük? Mindenki véleményére kíváncsi vagyok. Van még azért egy pici információ, ami kimaradt, még pedig az, hogy ők elsősorban az állatvédőkre fókuszáltak, azokra, akik húst tesznek, és közben pedig arról papolnak, úgymond, hogy védeni kell az állatokat, és a stúdióban ott is volt egy állatvédő, aki az egészet végignézte, de nem tudott róla. Ráadásul. Ez a rész egyébként erősen megkérdőjelezhető. Igen. Amúgy. Nekem az egész erősen megkérdőjelezhető, teljesen egyetértek magával a dologgal. Én húsevő ember vagyok, nem is fogok már átváltani erre a dologra, de azt, amit te most elmondtál, az embertelen tartási körülményt, a ketreces nevelést a csirkénél, hogy direkt olyan magasságú, hogy állnia kelljen, a saját melkasát nyomva, de ne tudjon kiegyenesedni, mindezt elítélem. Én egy vidéki fiú vagyok, a faluban nálunk ilyet soha senki nem csinált, nem tartottuk így a jószágot. A jószág egy szent dolog volt annak idején is, mert abból lett az élelem. Én azt gondolom, hogy ez a fajta akciózás a ponta nem jó irányt indítja el. Én nem leszek vegetáriánus soha életemben, mondom még egyszer,
de ellene vagyok az ilyenfajta állattartásnak. De amikor valaki ilyet csinál, akkor egészen egyszerűen azt gondolom, hogy ez egy rossz ripacskodás volt, és abszolút nem tett jót az ügynek. Mert akkor csinálja azt, hogyha ő akar egy ilyen demonstrációt, hogy a kis kertjében otthon neveljen úgy nyulakat, ahogy csak a Mennyországban érzik magukat a nyulak, érted? Tehát mutasson valami olyat, ami alternatíva lehet erre a dologra azoknak, akik igenis szeretik a húst, és emberi körülmények között akarnak állatot nevelni. Hát figyelj, azért a sok húst szerető egyrészt nem tud állatot nevelni, kettő nincsen kertje, három nem tud magának ketrecekben, mint tudom, nyulat tartani. Mi a különbség a között egyébként, hogy ezt megcsinálják naponta egymilliószor, mint hogy valaki ezt élő rádióadásban a te fület hallatára szakszerűen, fájdalommentesen, megfőzi és megeszi úgy, ahogy egyébként ez naponta milliószor előfordul vidéki háztartásokban, hogy kimegy a kert végébe, szakszerűen levágja a csirke nyakát, nem szenved, szakszerűen betölti a sorsát, megfőzi, megeszi. A rádió szerintem önmagában. Mert hogy ezt én nyilvánosan megcsinálom? Ezt csinálja több millió ember többször naponta a kertjében. Mi a különbség? Hát ez a dolognak szerintem az öncélúsága. De nem öncélú a dolog. Azért öncélú, mert nem kell megölni egy állatot ahhoz, hogy épészérvekkel ezt a történetet alá tud támasztani, és az emberek elfogadják az érveidet, ugyanúgy generáltak volna vele vitát. Mi is egyébként, amikor adott esetben szóba hoztunk már ilyet műsorban, hát szerinted nem, de én azt gondolom, hogy ezért nem kell megölni egy állatot, és a szakszerűségről, meg a fájdalommentességről azért egy biciklipumpás agyonverés kapcsán ne beszéljünk. A biciklipumpa egyetlen egy csapás volt, és a nyúl meghalt. Ugyanígy ölnek meg nyúl. Lakat egyetlen egy csapással, de lehet, hogy nem biciklipumpával, hanem kalapáccsal ütnek a fejükre az állatkertben. Aha. Nem tudom, mivel ütnek a fejükre, egyetlen egy csapással végzik ki a nyulakat. Az, hogy ők ezt biciklipumpával tették, az egy tárgyi különbség, aközött egyébként ők ezt kalapáccsal teszik meg az állatkertben. Mert összezúzzák a nyúlnak a koponyáját, és odaadják a kígyónak. Ma Magyarországon, nem tudom, ebben a pillanatban is meghal mondjuk 1000 darab, 2000 darab, nem tudom hány ezer csirke, nyúl, stb. És azon állatfogyasztók, állatbarátok, állatvédők háborodtak föl, akik közben esznek állatot, és erről így vidáman beszélgetnek, szerintem nem vált ki a hatást. Tehát ez akkor vált ki hatást, és akkor indul erről vita, és akkor ragad meg téged emocionálisan, és akkor állít szembe a saját magad hazugságaival, hogyha ezt te valóban végighallgatod. És ezt meghallgatod egy rádió műsorban, és álszent az, aki tényleg védi az állatokat, de nagyon nagy állatvédő, nagyon nagy állatbarát, de például állatot eszik. Nekem ez egyáltalán nem fér bele. Tehát ez szeretem az állatokat, soha nem mennék el úgy állatot védeni, hogy nem tudnám magamat leszoktatni a húsra. Aha. Mert igenis, ha én védem az állatot, akkor nekem az nem fér össze. Nekem az nem fér össze. De az, hogy szeretem, tartok otthon, van, de az, hogy én baromi nagy állatvédő vagyok, és kampányolok, de közben vidáman egyébként megeszem azt a csirkét, úgy vágták át a torkát sorozatszerűen, és soha nem látott napot, és úgy élt, ahogy egyébként egy gilisztának nem kívánod, de közben én állatvédő vagyok, na sokkal álszentem magatartás, mint élőadásban meg kivégezni a nyulat. Az például, igazi álszentség szerintem. Ezért lettek például a Noé állatotthonosok vegetáriánusok. De igazuk van. Tehát hogy tudsz úgy életvitelszerűen állatot védeni, ha közben te húst teszel. Nekem az például nem fér össze. Az, ha valaki azt mondja, hogy szeretem az állatokat, nem bántom, de ugyanakkor megeszem, az belefér, én is ilyen vagyok, nem ölnék meg állatot, nem ítélem el azt, aki megteszi, de sokkal álszentebbnek tartom a rádiós műsorvezetőknél azokat, akik kampányolnak, vonulnak, majd vidáman este megesznek egy csirkét. Szóval, hogy azért az nagyon az nagyon álszent. Jó lenne tudni, hogy milyen volt itt a tálalás, mert ugye itt benn volt egy állatvédő. Nagy vitamóban, egy órás vitaműsor volt erről. Igen, csak hogy nem tudom, hogy jutottak el odáig, tehát hogy ott elmondták például, hogy most itt el fogom készíteni a szemed látára az esti vacsoránkat, illetve a vacsoránkra, mit tudom, a húst elő fogom készíteni a főzésre, vagy pedig az történt, hogy előhúztak egy ládából, vagy egy ketrecből egy kis nyuszit, aztán pedig egy pumpával elkezdték ütni. Tehát, hogy volt ez az egész tálalva? Azt szerintem egyébként elég aljas dolog, hogy ezt úgy csinálták meg, hogy az állatvédőnek erről semmit nem mondtak előre. Valószínűleg egyébként nem is ment volna el a stúdióba. De, húsevő állatvédő. A szeme látára, tehát hogy azért az de mondd ki, hogy húsevő állatvédő. Húsevő állatvédő. Ellentmondás. Nem fér össze a kettőt. Azt szokták mondani egyébként, amit más húsevőktől is nagyon sokszor lehet hallani, hogy ezek haszonállatok azért születnek, azért tenyésztik őket, hogy aztán élelmiszer legyen belőlük, ők ezt mondanak. Igen. Hogy az állatvédés is kit védesz? A kutyust,
a kidobott kutyust az útról, a macskákat próbálod a városban összefogni és ivartalanítani, hogy ne szaporodjanak, mert az állatvédők nagy többsége, de mondjátok, ha nem így van, szerintem erre a rétegre megy rá, ugye? Igen. Tehát az állatvédés, amikor először elhangzik, akkor ezt gondolod, hogy cuki kis kutyákat mentünk, fajtamentés van, és tök jó minden. A méltatlan szörnyű körülmények között élő tengerőállatokat. És a haszonállatok, amelyeket elfogyasztunk, igen, ezeknél az embereknél viszonylag ritkán kerülnek szóba. Különbséget tehetek állat és állat között? Tehát akkor, ha én állatvédő vagyok, eldöntetem, hogy melyik állat érdemel különbséget, nem, melyik hát nem. Pont ezt mondom, hát én hogy ezért állat, állat, hogy a macska olyan cuki, megvédem, a csirke azért van. Hazug. Igen. Hazug. Ezt mondom én is, hogy nem fogadhatom el. Tehát, hogy de a legtöbb állatvédő az csak idáig megy el, hogy a cuki kis nem igazi állatvédő. A, tudod, mit mondok, hogy sokszor divat állatvédő. Tehát aki különbséget tesz lény és lény között, érző állat és érző állat, és azt mondja, ezt megeszem, azt viszont megmentem, az viszont nem igazi állatvédő, vagy még nem jutott el arra a szintre, hogy igazi állatvédő legyen. A szó legszorosabb értelmében, hogy igazi állatvédő. Nem becsülöm le azok munkáját, akik egyébként összeterelik a kutyákat, és ugyanakkor húst esznek, orvosok viszik a macskákat, és húst esznek, de nekem, tehát akkor nem ez tudok különbséget különbség tenni, hogy igen, állatvédő vagyok, de azért ez megérdemli, hiszen haszonállat, viszont állatvédő vagyok, de azért nyugodtan nőjék le. Ők azt akarták elmondani, hogy tartják ezeket az állatokat. Figyelj. Kínozzák, bántják, fájdalmat élnek, hát közben szépen csomagolva, te megkapod a boltban, oda nyúlsz, megeszed ki az acskó alatt. Másképp néz az acskó alatt. Egyértelműen annak, amit mondasz, hát nekem gyakorlatilag 14 éve erről szól az életem, én ezért lettem vegetáriánus. De nagyon hiteles vagy ebben. Szerintem nem lehet azt mondani, hogy az az ember, itt a radikálisokról van szó szerintem alapvetően, akiről te beszélsz, mert például fordítsuk le egy másik témakörre, vagy egy másik területre, mondjuk a környezetvédelemre. Én nem mondhatom azt arra az emberre, hogy nem környezetvédő, aki csak mondjuk a szelektív hulladékgyűjtésig jut el, és nem állít meg mondjuk tankhajókat a jeges tengeren egy gumicsónakkal, mert az egyik egy radikális, a másik pedig egy hétköznapi ember, aki a saját kis életének megfelelően próbál tenni azért, hogy mondjuk kevesebb szemét termelődjön, de az legyen. De az tök jó, érted? Szerintem. Attól igen, az még környezetvédő. De az állatvédelemnek is vannak fokozatai. Tehát az állatvédelemnek is vannak fokozatai, csak ebben tök igazad van, persze van fokozat, csak akkor az állatvédő különbséget tesz állat és állat között. És azt mondja, hogy megeszem, mert arra született. Kérdezzük a csirkét, te így gondolod, hogy egyébként úgy szülesél, úgy tartsanak, hogy nem látsz napot, vagy, az a, vagy állat, a malacot, vagy, okay, vagy az egy ulat, jó állatvédő, aki arra felé megy el, hogy legyen emberi tartási körülmény, és emberi halál, hülyén hangzik, de emberi halála az állatnak? Akkor nem vagy állatvédő. Ha azt megértette, hogy miről szól, az rájött arra, hogy ezt a rendszert úgysem lehet megváltoztatni, akkor legalább olyan irányba toljuk el, mert állatokat mindig fogunk enni, hogy legalább könnyebb legyen ezeknek az állatoknak, hiszen megmenteni nem tudod őket. De ez pont nem érte el. Ez az akció pont nem érte el a célját, mert erről fog a legkevesebb beszédesni a kommentekben is. Ha megnézed a kommenteket, akkor ott az van, hogy te szemét állat. Érted? Én szerintem, aki azt mondja, hogy te szemét állat és rohadékok, és az nem lát túl, és nem próbálja megérteni a valódi hát üzenetet. Hogy ez a saját életét. Hogyha ez egy egyórás vitaműsor, és ez egy egyórás figyelemfelhívó műsor, és nem egy öncélú állatkísérlet volt, hanem egyébként megtették azt, amit ma Magyarországon mondjuk 6 állatkert megcsinál, lehet, hogy ebben a pillanatban, hogy megöl 100 nyulat. Most. Ma reggel már lehet, hogy meghalt 50 nyúl. Ők ugyanezt tették szabályszerűen, fájdalommentesen. Szóval, hogyha valaki ezen nem lát át, azt szerintem nem érti, hogy ez a dolog valójában miről szólt, és hogy demonstráló jelleggel ők mit akartak ezzel kifejezni, és hogy ez túlmutat azon, hogy most 3 műsorvezető jópofáskodásból egyébként hihi, haha, nagy röhögések közepette megölt egy állatot. Aki azt mondja, hogy ez öncélú, és nem tudom, az nem érti ennek a valódi üzenetét, hogy igenis az emberekben úgy lehet érzelmet kiváltani, ha szembeállítod a saját lelkiismeretükkel, ha pofonvágod őket, ha olyat mutatsz nekik, amin igenis elgondolkoznak, hogy felháborodnak. Mert ezek az emberek leginkább azon háborodtak fel, hogy kicsit szembe lettek állítva azzal, amit naponta csinálnak. Igen, aki azt mondja, hogy öncélú, az nem érti. De nem a célját érte el. Szerintem de? Nem. Nagyon. Tudod miért? Mert azok az emberek, akikről most te beszélt, hogy pofon kell őket csapni, ő nem fog elgondolkozni, hogy nem eszem húst ezért, hanem azt fogja mondani, hogy na, a bunkó műsor ez. Hát, el fog rajta gondolkozni, ráadásul rengeteg rádió. A felháborodás, ez pont tényleg ez váltja ki belőlük, hogy érzik az alapvető ellentmondást, amit az óruk alá dörgölnek. De azért haragszol, mert az orrod alá dörgölt, és nem magadra fogsz haragudni, hát az ember gyenge gyerekek, nem mondjátok majd magukra. De az érzelmet az váltja ki, és ezek majd most nem esznek húst. Nem, azt nem gondolom, azt nem gondolom, hogy nem esznek húst, az arról szólt, hogy gondolkozz el rajta, az arról szólt, hogy ne legyél álszent, ez erről szólt, hogy az álszent állatvédők. Az álszent állatvédőkről szól tulajdonképpen ez az egész. És arról, hogy milyen álszent a társadalom. És milyen álszentek az állatvédők, akik úgy állnak az állatokhoz,
hogy ez megérdemli, hogy megmentsem, ez megérdemli, hogy megvegyem. És az ipari állattartásról is beszélgettek fél órán keresztül, hogy egyébként tényleg milyen borzasztó körülmények az között tartják ezeket az állatokat. Szóval valaki kimegy a kert végébe, és fog egy lapátot, és megöli a nyulat. Nem? A vidéken. Hát megfiart, 8 fölnőtt, nyúl pörkölt, leöljük. Szakszerűen puff együtt, és meghal. Így van. Van különbség? Nincs különbség. Mi között? Hogy a rádióban ölöd meg a nyulat, vagy ott? Igen. Szerintem van. Na, egy érdekes kísérlet ez. Akkor most például az összes állatkertből a ragadozó állatokat engedjük szabadon, és csak növényevő állatok legyenek az állatkertben? Ott azért a más esély nem nagyon van, mint hogy ezeknek az állatoknak az életét megóvják. De ha ez a logika... Nyilván nem fogod tofúval etetni a tigrist. Így van, mert nem lehet, ugye? De akkor ha ez a logika, akkor ott is kupán vágják a nyulat, amikor a kígyónak igen, adják. Csak a tigris... Tehát ne adjunk nyulat a kígyónak. A tigrisnek ugye nincsen választása, tehát hogy ahhoz egyébként ugye egy normális állatkertnek az a funkció is, hogy adott esetben kihaló félben lévő állatokat megóvjon a kihalástól. Na most ezek az állatokat bekerülnek, neki nincs választása. Ő annak született, ami ő nem tud dönteni. Az ember tud dönteni két út közül, vagy több út közül is adott esetben, hogy mivel tartja fenn magát. Növényevőként, vagy húsevőként. Lehet jönni ezzel a vegyes fogazattal, meg azzal, hogy... Nem azért dolgozott a természet évezeteket. Jó, igen, te is igen, tudod. Igen, de hogy ez kicsit ilyen. Most, hogyha ha például tovább gondoljuk ezt a dolgot, akkor ugyanezt a kísérletet ezerféleképpen el lehetne látni. Valakinek van egy kijelentése, mit tudom én... radikális környezetvédő, aki autóval érkezik egy sajtótájékoztatóra, ahol arról beszélnek, hogy az üvegház hatás. Igen, stb. És akkor azt mondanak neki, hogy jó napot, jelenleg, akkor visszavezetjük azt a kipufogó gázt az autójának a kipufogójából, amit kitetszik pöfögni, amíg ideér erre a sajtótájékoztatóra. Milyen fura. Vagy azt mondja az egyik politikus, hogy meg lehet élni 45 ezer forintból havonta, akkor abban a hónapban kapjon 45 ezer forintot. Tehát, hogy... És éljen meg belőle. Igen. Próbáljon megélni. Igen. Na mindegy, szerintem a célukat elérték. Én azt gondolom, hogy igenis a társadalmat sokszor kell meghökkenteni, sokszor kell szembeállítani saját magával, sokszor kell úgymond jó értelemben provokálni, hogy az vitát indítson el, és igenis beszéljenek róla, mert ezek a nagy viták viszik előrébb a dolgot, és ha beszélnek róla, az vált ki érzelmet. És akkor tud az ember tulajdonképpen szembenézni azzal, hogy mit is csinál, ki az álszent, ki nem álszent. 3 perc van pontosan 7:30, Ákos hírei előtt még egy picit zenélünk, aztán jövünk Oven bácsival és Beru nénivel, itt vagyunk mindjárt. The shallower it grows, the fainter we go into the fade out now. The shallower it grows, the shallower it grows, the fainter we go into the fade out now. Heading deep down. 7 óra múlt pontosan 40 perccel, well, hello, apu, vedd meg. Jó ez a dal, egyre többször hallom, egyre jobban szeretem. Komolyan mondom. Tényleg, tök jó. Bírom őket. Magyar egyetemisták egyébként megfejtették, hogy hány szerelmet bír még el a rakpart. Képzeld el, az ugye a másik daluk. Ezzel lettek nagyon híresek, és most hülye ráérő egyetemista, már ezt idézőjesen mondom, a hülyét, nagyon aranyosan kiszámolták, képlet van rá. A végeredmény nem tudom. Hogy hány szerelmeskedő pár lehet a rakpart, vagy hány csokoló... Hány szerelmet bír még el a rakpart, ja. Az a másik. És ők kiszámolták, érted? Kiszámolták. Hát tudjuk, hogy ráérnek a Schönherzbe. Ma van egy jó kis Well Hello koncertünk, ugye, a parkban. Ez egy kis fröccspart is. Ez egy kis fröccspart is, klassznyaras, rádiós, Well Hellós buli, úgyhogy menjetek. És érezzétek jól megyünk magatokat. Megy mindenki. Csabinál lehetett nyerni rá jegyeket, és a közeljövőben még ilyen akciók várhatók. Például Robbie Williams koncertre is lehet majd még ma nyerni. Ráadásul ma. Lehetett még ma az utolsó. És hát megértjük, hogy te nem jössz nyilván bekötött kézzel, nem tudod a fröccsös poharat fogni. Gyerekek, most írt a feleségem, hogy jól vagyok-e a műtét után, meg hogy vagyok. Hát visszaértem neki, hogy ne aggódjon, már lábadozom, hozták a reggelit, 8-kor kivették a katétert, 8:45-kor szerintem már kakilni is tudok, úgyhogy hát fájnak a csavarok a bal kezemben, fájnak egyszerű. A csavarok, de most ahogy mozgatom, egyébként egész jó. Egész jó, és nézem, nem mágnesezhető, tehát sajnos nem ragad rá föl a fémkanál, a fene vigyel. Azért majd óvatosan, amikor hazaérsz majd a hosszú végigdolgozott nap után, amikor kinyílik a kapu, és a Benny odaszalad hozzád, apa, csak óvatosan öleld meg. Nem fölkapjuk. Kincsak, aj, bocs, ne arra, hogy tudod, apának most volt a műtét. Nem értettem tegnap a jobbulást, kitartás, túl leszel rajta,
SMS-eket, nem azt értettem. Azt egy szélsőjobos írt. Nem értettem. Jó reggelt, hallottam a reggeli beszélgetéseket. Ha balesetet szenvedtél, a 11. kerületi mozgásszervi rendelőnek is vagyok a sajtós, egy drága ismerősöm, aki egy tündér, egyébként garantálom a diszkréciót, hívj, ha szükséged van. Á, gyerekek, már nincs, már túl vagyok a műtéten tegnap, túl vagyok. Döbbenet, 9 óra után ennek utána járunk, hogy egy abszolút ártalmatlan hírből, hogy tegnap leestem a húzózkodó falról, hogy lesz ma egy bulvárlapban a Blikben, hogy össze kellett csavarozni Balázs kezét, és műtétre ment, és nyilatkozik az orvos, aki tegnap megműtött. Tehát itt tart, gyerekek, a bulvár újságírás, és tök mindegy, hogy tévedés, meg elnézték, meg összekevertek, ezt nem hozhatják le. Tehát ez egyszerűen felháborító, komolyan mondom. Röhögök rajta, mert ilyen a temperamentumom, de egyébként valahol szomorú, hogy idáig süllyedt a bulvár újságírás, hogy ennyire semmilyen cikknek az igazságtartalma már nem számít, bármit lehozhatnak, bárhogy lehozhatnak, Blikben az vagy megműtötte. 9 óra után foglalkozunk a dolgokkal. Nem vagyok olyan, mint ez, abból is látszik, hogy én hétfőig azért vártam volna vele, és így nyilván megvártam volna, hogy hoznak, mint tudom, egy kis házi süteményeket, kis ezt, azt, kis kompotot, narancsot. Kicsit sajnáltathattam volna magam egyébként, igen. Így van, összegyűjteni, és aztán pedig kedden megjelentek volna, és csöngetek volna állandóan, és anyósod morcos arccal elvitte volna az ételhordót. Nem is voltál benne. Megcsináltam a rizibicsit, amit nagyon szeretsz. Na, beszélgettünk itt a Dárádiósokról, akik ugye előadásban megöltek egy nyulat, vitatkoztunk arról, hogy jó, nem jó, mindenki kicsit máshogy látja, de hát pont ettől volt talán jó ez az akció. És egy-két hozzászólást még beolvasnék, mert vannak jók. A nagyipari állattartás ellen azért valljuk be, mi egyszerű haladók nagyon keveset tehetünk. Azért nem mondjuk már, hogy álszentek azok az emberek, akik sajnos a saját környezetükben lévő állatokat próbálják menteni, és mindenféle akciókkal felhívni a figyelmet, hogy hogyan is kéne együtt élnünk. Nem azzal van a probléma, hogy húst teszünk, hanem hogy nem figyelünk arra, honnan veszük azt a húst, illetve sokan nem veszik meg a drágább, kisebb farmokról, házaktól származó húst, tojás, tejet, mert az drágább. A nagyipari állattartás egy undorító emberi találmány, amivel pusztítunk, megérett az emberi faj a kihalásra, írta egy hallgató, mert hogy a dánok, ugye, mint műsorvezetők azért csinálták, hogy felhívják arra a figyelmet, hogy milyen álszent állatvédők vannak, akik hát megeszik a húst ugyanakkor, és nem törődnek a csirkékkel, de eljátszák, hogy mekkora állatvédők. Ez az egész vita tulajdonképpen erről szólt, aminek a végeredményeképpen meghalt egy nyuszi a stúdióban, igen. Azt mondja, hogy nem, én a vegákat nem értem egyébként, amikor sír a búza, meg sír a paradicsom. Ők ugyanolyan bűnt követnek el a zöldségek ellen, mint mi húsevők az állatok ellen. Írja valaki ezt egyébként tök komolyan. Tudod, mit élvezettel lefetyelem fel a paradicsomok vérét. Hagyjatok már. Ne hagyjuk, meg srácok, tehát hogy ne úgy védjétek az egyik oldalt, vagy a másik oldalt, hogy belekevertek egy harmadikat, érted? Jó, de komolyan mondom. Most itt a vegák szóba se kerültek, tehát nem velünk van. És aki a paradicsom magjai, hogy szétspriccelnek, amikor fölvágod. Nem magok, azok gyermekek. Azért mondtam, érted? Az utódjaik. Szörnyű vagy, és a sírobúzak alászok. Fúj! Amikor a retek csomójából elszakított az egyik testvért a másiktól. Én húsevő vagyok, de tisztelem az állatokat, ez abban nyilvánul meg, hogy nem hagyok félszelet húst a tányéromon evés után. Zoli, nagyon szépen köszönjük. Igen. Szerintem sokkal kisebb lett volna a felháborodás, ha nem egy aranyos kis állatot ölnek, hanem például egy tyúkot. Na ez is ugye milyen érdekes felvetés. Egyébként, hát, hogy egy tyúk... nyilvánvaló, hogy miért nyuszit, mert a nyuszi aranyos mert áll. Hát mert emociálisan ragaszkodsz hozzá, de van különbség? Nincs különbség. Ja, tyúk és tyúk. Ezért... Állat. Megöltem. Nem tudok, ki vagyok, hogy különbség alapjegyek. Egy emberek között sem. Tehát, hogy egyik ember élet ugyanolyan értékes, mint a másik. Igen. Csak attól nem lehet különbséget tenni, hogy nekem szimpatikusabb vagy te, mint de. Hát de gyerekek, pont nem így működünk, mert azt mondod, hogy a gazembert, amikor az Egyesült Államokban kinyírják, akkor az a szemét meghalt végre, egy ártatlan gyereket elütnek, akkor meg azt mondod, hogy szegény gyerek, és tényleg nagyon nagy különbség van. Igen, de ott volt egy cselekedet, ami alapján megítéled azt az embert. De alapból az ismeretlen embert nem az alapján ítéled meg, hogy neked szimpatikusabb a pofid, mint neked. Aha. Na jó, köszönjük szépen az SMS-eket. Érdemes egy kicsit túl gondolni azt, hogy most ők milyen öncélúak is megöltek egy állatot. Érdemes szerintem elolvasni a cikket, és hogy mire akarták ők felhívni a figyelmet. Na, viszont tegnap találtunk egy nagyon érdekes dolgot, és beszélünk róla egy-két mondatot, hogy szoktam volt mindig mondani egy-két mondatot, talán több is lesz, ezt is mindig hozzáteszem, mert hogy kiderült valakiről, akit mi nagyon kedvelünk, és hosszú ideig szerves része volt a műsornak, most is az csak ugye, hát tulajdonképpen egy pici szünetel, hogy van egy művész neve, amit mi nem tudtunk, bizony. És tegnap talán ezt a Velvet hozta le. Igen. Van egy művész neve, mert hogy valahogy az indexesek rájöttek, hogy a velvetesek, hogy ő egy másik oldalon, mert az kell.
egyfajta művésznével hát, hirdeti magát. Ha valaki nem csak a Kárpát-medencében gondolkodik, hanem én szeretne is egy kulcsot a nemzetközi karrierhez, akkor mi lehet ez a kulcs? A név. A név. A név. Tehát a tehetség megvan, ugye a hozzáadott érték megvan, megvan, de hogy azzal érted, azzal te se indulhatnál kimondhatatlan, hát a Vadon persze. János. Jó, persze, van egy példa, mit tudom, a Schwarzenegger, azzal is be lehetett futni, pedig mindenki azt mondta, hogy ezzel a névvel nem fog befutni, tehát most gondoljunk csak arra, hogy milyen szép karriert épített ki magának, zett ki az Egyesült Államokban. Igen, látod, ő is, neki is kellett, egyébként most vissza is jött, úgyhogy örvendett, de neki is kellett egy ilyen név. Igen. Na, ugye Kassa Tibiről van szó, és várjál, lehúzom a zenét, mert azért erről beszélni kell, megpróbáljuk Mia Tibit felkelteni, hogy mondja meg nekünk, hogy ez valóban így van-e, mert hogy a művész neve, vagy az ő fotós neve, mert hogy más oldalakon is hirdeti magát, egyébként kiváló fotós. Így is hozzá, Tibi kiváló fotós. Mi a neve? Tibi Williams. Oh yeah. Tibi Williams. De Tibi? Nem hát te-e-be. Nem Tibor Williams. Tibi Williams. Tibi Williams. Van ilyen név angolban, hogy Tibi? Így. Nincs, de nincs, tök jól jó le lehet érni, mert illetve, hát János van, csak ugye nincs János, de Tibi sincs. T.B. Williams. De érted a Z-key-t, azt igen? Itt a Tibi, meg a Williams. A Tibi szerintem az ejthető. Tehát, Tibi, hogy Tibi. Angol is Tibi. Az angol azt ki tudja, hogy Tibi. Igen. Tibi Williams. Tibi Williams. Adjatok egy kasszaszámot, tehát meg akarom kérdezni, hogy ez igaz-e. Ezt én nagyon kedvelem. De nem bántani a Tibit, nagyon kedvelem. És egyébként tesszük hozzá, egy Tibi kiváló fotós, tényleg. Tehát ha valaki jó portfóliót akar, jó fotóshoz akar menni. Annak mondjuk a honlapjának a címe, a telefonszám. Hívja föl, Nánási Pándor. Tényleg. Csak Tibi Williams, és hol használja ezt? Külföldi oldalakon? Mit csinál? Van egy olyan fotómegosztó portál szerintem, ott azon nem tudom ennek pontosan a neve, ahol ő szakmai fotóit adja közre, és hogyha valaki akar tőle rendelni, ott ő Tibi Williams? Hát én ezt imádtam tegnap, amikor elolvastam, Tibi Williams, nagyon szeretem. Hát azt tudjuk, hogy ugye Ázsiában is dolgozott fotós. Igen. És volt egy nagyon nagy sikerű fotósorozata is a Dzsunkák címmel, és a Dzsunkák, de igen. De és most nyilván el akar kezdeni nyugat felé is orientálódni. Nem, ugye fölhívjuk, megkérdezünk. Fölébresztjük szerint. Tibi? Igen. Tibi! Balázs, hello! Morning show! Tibi! Tibi! Sorry! Sorry, Tibi Williams. De hiányoztam, nem? Hiányoztál, yeah, nem tudunk elszakadni tőled, látod. Nem tudom, hogy ott van-e melletted, de ha igen, add már át nekünk, mert mi Tibi Williams-t keressük. Egész véletlenül pontról van, tartsad. De most a Tibi Williams-t. Figyelj, igaz ez, ezt mi tegnap láttuk, és erről beszélünk, mi ezt nagyon kedveljük. Tibi Williams-ként is nyomulsz. Ezt a Velvet lehoztad, de hát a Velvetről azért lehet tudni, néha rohadékoskodnak egy kicsit, jól áll nekik ez a dolguk. Ez most igaz? Persze, igen, és igen, Robbie Williams-nek a lepattanó csajait kapom, mert igen, a Tibi Williams-t. Nem, ez annak idején, hogy így Hónagybirigy nevezett el engem. Williams-nek, mert mindig egy nagyon arcoskodó Robbie Williams notával kezdtem a koncertemet. Már akkor is lusta voltam dalt írni, és akkor ők neveztek el Tibi Williamsnek. Egyébként nekem ez mindenhol a belépő nevem. Tehát, ha valaki fel akarja törni a bárlozakentjemet, akkor mindenütt Tibi Williams néven vagyok regisztrál. De a jelszó is ugyanez, ugye? Tehát Tibi Williams, Tibi Williams. Nem, a jelszó diktálom, vegyetek elő tollat, mondom nektek. Figyelj, de hogy azt mondja, bevet egy fotós oldalon, te ez a neved? Vagy hogy, tehát, hogy így lehet téged megtalálni, ez a fotós művész neved, ez igaz? Dehogy, ne hülyeskedjetek már, nem vagyok. Basszus, most írhatom vissza a nevedet, Kassa Tibivé. A telomba. De nem olvastam, azt írták, hogy én most Tibi Williams álnéven nyomulok. Ez a fotós neved. Hogy van egy fotós neved, igen, és hogy fönt van egy Tibi Williams, ez a F-L-I-C-K-R, ez a Flickr, nem tudom, hogy ez pontosan. Igen, a Flickeren. Igen, a Flickeren, igen, és hogy te ott vagy, mint Tibi Williams, és 476 követőd van. És brutál jó csajok vannak megfotózva egyébként. Hát. Zseniális egyébként. Ilyen, mennyi ideje van embereknek döbbet egyébként. Ugye, hogy mit kirám nyomoznak egyébként? Amikor elkezdtem fotózni, akkor tényleg Tibi Williams néven raktam föl, hát ugye nyilván nem Kassa Tibor néven kezdek el fölpakolásni egy oldalra, és akkor csináltam egy ilyen játéknevet, és így rakosgattam föl a fotós oldalra a pontjaimat, de ez valami régen volt, én el is felejtettem, de nagyon nagy ilyenek utána mentek, tényleg. Utána mentek, igen, és egy-három követőd van, és 46-an követnék valamit, nem tudom. Tehát, hogy Tibi Williams-ként vagy fönt. Egyébként zseniális. 191 fotóval. Hát, ha itt vannak. És 2008-ban. Az ablakon, hát, itt vannak között. És azóta ezt miért nem írtad át? Vagy hogy így maradt? Ezt használod, ezt az oldalt egyébként? Ez egy ilyen játék oldal egyébként, hogy ez tényleg csak arra szolgált, amikor kezdtem gyakorolni, fotózgatni, hogy pakoláztam ki a fotóimat, és ez egy ilyen közösség, egy ilyen fotós közösség, és akkor egymás képeit dicsérik ilyen lelki beteg fotósoktól, hogy
jaj, de ügyes vagy, nem, te vagy ügyes, nem, én vagyok, ilyen, te vagy ügyes, tudod, ilyen. Na, de azért nem bánnád, hogyha valaki mondjuk ezek miatt a fotók miatt rátelefonálna és keresné Tibi Williams, mert szeretne vele készítetni egy portfóliót. Hello, my name is. Nem örül a meló. My name is Naomi Campbell. I'm looking for Tibi Williams. De nagyon nagy, inkább azon sírok, hogy valaki ebbe időt fektetett, hogy ebből cikket csinálni, nagyon nagy. Nem mondta, hogy nem olvastad. Nem láttad? Esküszöm, hogy nem láttam. Uh-huh. Miért nem küldik át, mielőtt megbeszélik veled? A Velvet. Lehoz valamit róla. Hát a Velvet azért nem az a típusa, hogy lehoznak rólad valamit, és előtt átküldik egyeztetni. Nem, semmi. De onnan figyeljetek, nektek nincsen semmi ilyen, nincsen semmi titkos személyazonosságotok, amivel beléptek valahol? Hát, hogy nem DJ Skuló vagyok például. Így, igen, a Tinder. A én a Tinderen Mr. Bikén nyomulok. Igen. Na jó, ahogy vagy egyébként? Van halompókerezni voltál tegnap? Egy picit borzasztóan jól ment. Tehát, hogy nem tudjátok jó, hogy nem szeretek nagyon így kérkedni az eredményekkel, de hogy? Bokáig gázoltam az áspárokban, bokáig gázoltam a dámapókerben. Ne csinálj, dámapóker, áspár, atya, az jó este volt. De miért dühös lettél és felborítottad az asztalt? Nyilván. És odaértél? Headzapot játszottál, vagy döntöztél, vagy mi volt? Nem, ez egy kis kes játék volt, barátokkal lementünk egy picit, és hát porrá aláztam mindenkit. Nagyon büszkék lettetek volna rám, de én arra vagyok büszke, hogy nem tudtok nélkülem élni. Nem, hát ne viccelj, hát egy ilyen hírt látok veled kapcsolatban, persze, hogy fölhívunk. Hát a műsorunk része voltál, a műsorunk része vagy, hát a Tibi Williamsként te valahol felbukkansz, mi megkérdezzük, hogy mit csinál most éppen ezen a csodálatos péntek reggelen Tibi Williams. Na most, tegnap volt egy jó sztori, hogy gyorsan elmondom, ami belefutottam, viszont tényleg imádom. Hogy ugye lehet különbözőképpen kódolni, erre rengeteget beszéltük, hogy hogyan lehet pénzhez jutni mondjuk egy kereszteződésnél, és ez most egy ilyen friss story, én nem találkoztam még vele, lehet, hogy már igen, hogy nem lemossák a szélvédődet, nem egy ilyen akrobata mutatványt mutatnak be, vagy nem tudom, valamilyen ilyen cirkuszi dolgot, és azért kell fizetni, és körbe kalapoznak, hanem három csávó állt, konkrétan egy piros lámpánál, egy táblával, ami az állt, hogyha adsz egy 20-ast, megtassolunk. Oda sétáltak az ablakhoz, mutattak egy táblát, hogyha adsz egy 20-ast, megtapsolunk. Adsz egy 20-ast, három csávó tapsol neked 10 másodpercig, majd tovább sétál. Ez menő. Meg jó, hogy új az ötlet, hogy végre nem a klasszikusokkal nyúlnak. Igen. Erre... Hármas szintű, abszolút indokolt csörgetés. Mindannyian fejekhajtó. Sose kaptad meg, érted? Most meg! És nézd meg! És most megkapod! Csak így váratlanul. Mennyit dolgoztál ezért évek alatt? Látod, és most becsúszott a hármasit. De csak egyszerűen csak az ölembe hullott. Nagyon túlva, de csak egyetlen kérdés, Tibi, hogy oké, Gábor az egyik, te a másik, de ki a harmadik? Már még nézem, hogy a tapsoló emberek, a 20 forint. És a harmadik pedig a hugom volt álszakában. Na jó van, pihenjél, Tibi, köszi, vigyázz magadra. Szia. De nagyon szépen köszönöm, ugyanitt koncertrendelés, nagyon szépen köszönöm. Tibi Williams, köszönöm szépen. Tibi Williams. Akkora dumás. Na, azért úgy ki tud mindent magyarázni. 2008-ban feltettem egy oldalt, rá se néztem, nem is tudtam, hogy mi működik. Persze. Biztos, hogy örült a hívásunknak. Nagyon. Igen. Nagyon. Hát szerintem igen, mert már elgondolkodott rajta, hogy lehet, hogy rossz a telefonja, mert hetek óta meg se csörg. Óven bácsival és Beru nénivel játsszunk már is. Nem gond, ha nem vágod a pároluktató bináris nyelvét. De ha jó a füled, kitalálhatod, mit dúdolnak a buckalakók vidám szomszédai. Óven bácsi és Beru néni, a Párafarm csalogányai. Halló, jó reggelt! Jó reggelt, szia Balázs, szia Jani, szia Feri. Hello! Hello, Zoli, honnan hívtál minket? Kecskemétről, ahol nemrég jártatok. Így van, ott voltál esetleg? Bizonyám. Ne, tényleg? Hát még emlékszem azra a fiatal párra, akik allergiások voltak, mindenre őket öntözgettétek le festékkel. Így van, igen, helyesek, nagyon helyesek voltak, nyertek egy csomó festéket, igen. Jaj, jó kis kitelepülés, de szeretjük mi is. Igen, milyen sokat kell várni, hogy újra elinduljunk. Zolikám, mutatjuk, mit csinál Óven bácsi Beru néni, jó, figyelj, ez még kevésbé sorozat fontos. Sorozat lesz, azt meg lehet kérdezni? Micsodát? Sorozat lesz, vagy... Ez most, kérlek szépen, egy filmzene. Tehát nem sorozat, filmzene. Oké. Madarak, Hitchcock. Igen. Ja, ez igen. Nem az? Valahol a fűvészkertben sétálnak. Ja, onnan jön egy rövid részlet, figyelj. Ó, hát ez nagyon rövid volt. Aha, de most várjál, a zenét adjuk be, nem az éneket? Az intrót?
Ja, ez egy zene? Ja, hogy már van ilyen is, hogy zenét adunk? Ja, persze, van ilyen, hogy zenét adunk. A két-háromból mégis a nyugtatónak, meg a fájdalomcsillapnak a hatása, az kitisztul majd. Az, hogy nagyon csíp a katéter, gyerekek, mert bennem hagyták tegnap a műtét után. Az van egyébként, hogy ezt a kis újítást egyébként az Óvenbecs és Berunébe te találtad ki a műtét előtt. És hetek óta megy. Hetek óta megy. Mutatjuk még egyszer, figyelj. Hát a fiam segít, én ezt nem jöttem volna rá, ez a Titanic. Ennyi! A Titanic! Marha ügyes a fiam. Így van. Ezért nem ment be a suliba, most itt állunk a suli előtt, de megérte, hogy a fizika óráról... Megérte, így meg, is van. Megérte, eltűnt. Írd meg egy igazodásod az első 15 percen annak be. Írd meg, Zoli, jó. Titanic, hány éves a gyereked? 17. 17, hát akkor nagyjából akkor született, amikor a Titanic nagy sláger volt, mert ez 97-es ez a film. Pár szóval megismételt és szerencsére a tévében. Engem, imádom azt a filmet. Aj, ne, már megkezdjük már megint. Értek a filmekhez, nagy filmkedvelő vagyok, de én a Titanicot is szeretem. Én a Pretty Woman-t és a Titanicot szeretem. Egyetlen része hogy van. Hogy szeretkeznek ott a kocsiban, és párás Isten, az üveg, és ott marad a kezük. Isten. Hát elég romantikus film. Melyik hiányzik belőle? A pár, a kocsi vagy a... Nem. Én mindig arra gondolok, amikor állnak a hajónak az elején, és akkor ott... Hát, ha beleesik. Így van, így van. És akkor ott áll a két Winslet, és akkor én hátulról tartanám a melleinél fogva, hogy majd becsúszom. Zoli, küldjük az ajándékcsomagot, ügyesek vagytok, engedd a fiadat órára, jó? Köszönöm szépen, sziasztok! Hello. Rohadékok vagytok, álszentek egyébként, mert hogy önmagában azért az James Cameron azért nagyon megcsinálta azt a filmet. Persze, hogy nyálas, hogy romantikus, de gyerekek, azért az nagyon össze van. Nem a filmmel van baj, nagyon, hanem azzal, hogy papír zsebkendővel sírva nézed minden nap. Szerintem is, hogy DiCaprio nem fér fel a szekrény. Na, hát ez a baj! A műtét megtettek előhatásra. Hogy miért nem egy négy ajtós szekrény volt? Miért nem egy komódon úszott a két visznek? Abban a pillanatban egyébként nem azt csináltad volna, hogy kétbe a vízbe te meg föl a szekrényre? Ja, kicsit sajnos. Szar az élet nem jutott helyeket, ne haragudj. Jó, de sem nagyobb. Minden tiszta jég. Egyébként ez egy jó film, csak miért van meg a vége? Jó, ne haragudjatok, a műtét ott a kicsit érzelmesen vagyok. Meg ez a tegnapi titáncsavar műtét, amit a Blik lehozott, ez nagyon megviselt. Tehát ma reggel én még kórházban voltam, onnan szöktem ki, hogy tudjak adást csinálni. Lefelejtsük el, hogy tegnap te adás után egy pár órával elindultál a fény felé. Alig lehetett visszacibálni. Igen, gyerekek, az altatás óta igen, minden rendben van, de seggem nagyon fáj. Bármi történt ezen a klinikán, hogy csúnya visszaélésekre. Csúnya visszaélésekre akarok fényderíteni. Egy perc, pontosan 8 óra, vendégeink lesznek 8 óra után, mert egy kicsit katonáskodunk. Aki katonáskodik. Aki katonáskodik. Feri, kenyeret szalonna. Így van. Érkeznek hozzánk néhányan, és megnézzük, hogy hát mi mit tudunk a katonai, vagy mit ismerünk katonai alapismeretekből, tudunk-e fegyvert összerakni, illetve avatásos játékokat is játszunk, majd fokrémmel, WC-tisztítunk, Nutellával. Ja, óriási. Ha. Jön egy háború, a 2:20 már innen a stúdióból meg is van. 8 óra pontosan. Jövünk a hírek után. 8 óra múlt pontosan 14 perccel. Péntek van, gyerekek, jó idő, nem kell nagyon több, nem? Itt a nyár, hát, jön a meleg, hétvégén jó idő lesz, úgyhogy meg vagyunk, csak nagyon tudod. Nem kell több. A sebben nem menjél most vízbe még. Hát, jó, vigyázz el mindenképpen. Zsül, cseréljétek már léci helyet, hogy nyomkodd már addig te a gombokat, mert pont neki kézre esik a rossz a bal kezem az még azért úgy nehezebben forog, de azért nem mondhatjátok, nem vagyok stram, hogy tegnap műtenek, ma még már itt vagyok. Egyébként. Annyira gyorsan rohantam, hogy belém szakadt a katéter, még ezt most neki kéne szedni valahogy, mert nagyon fáj és nagyon csíp, de egyébként a többi az rendben van. Tegnap műtenek, titán csavarokat tesznek a kezem, és ma már itt vagyok, és műsort vezetek, nem? Hát te vagy a vasember, komolyan, de igen. Kemény hétvégéd lesz, csak egy kezes fekvőtámaszokat tudsz majd nyomni. Drága jó anyám is írt, hogy minden rendben, jól vagy, túl vagy rajta, tudod, olvasta. De drága. Már mondom, nem beszéltünk ugyan tegnap óta, de nem történt semmi. Juli a kedvencét főzi, finom főzeléket a hét. Fúj, a borsó és a répa, két dolog, amit a külön-külön is hányok. Egy főzelékben összerakva, hát az valami szörnyű. Mikor kell visszamenned? Kontrollra? Kontrollra. Hát nem tudom. De meg a varat kiszedés. Tudod. Igen. Jövő héten valamikor. De majd nyilván jobban vagytok a doktor úrral, ugye, aki műtött, tehát rácsörök, hogy akkor Balázs jöjjön vissza, legyen kedves. Majd szólnak, hogy mikor kell varrat szedésre mennem, igen. Majd vidd magaddal a szájpecek készletet, tudod, amit vettél a Vikinek karácsonyra, vagy hogy? Hát, hogy nehogy elhalad a nyelvedet, tudod, amikor szedek ki a varratok. Na nézzük, mit írnak a hallgatóink. M7-esen 133-as kilométeren Budapest felé mérnek Tamás küldte, az M1-esen Győr felé dugóban ülünk Bábolnál áll. Tudni valamit, milyen hosszú? Zoli kérdezi. Hát ezt még nem kaptuk meg SMS-ben, hogy mi történt az M1-esen Győr felé, de ha valaki megírja azon
azonnal mondom. M7-es 194-es kilométerre a pályaszélén sétál egy őz, valamint M3-as Budapest felé a 225-ös kilométernél most állítják a kamerát. Mindig sírok, amikor a Titanicot nézem, ó, az a rengeteg vas, amely elsüllyedt, üdv a színes fém kereskedő. Kaptuk ezt is. Kaptuk ezt is a SMS-ben. Hát bizony, jó film az, higgyétek el, jó film az. Csak azt tudni kell. Tudjuk, hogy kell hozzá egy lelki állapot. Ahhoz kell egy lelki állapot. Istenem. Bekészített zsepi, de az pattogatott kuki. Jó kis Titanic. Na, amiről most beszélünk, az egy érdekes dolog, mert hogy 12 000 több diák érettségizett katonai alapismeretekből, mint pszichológiából, gyerekek. Láttuk ezt a cikket valamelyik nap egy internetes portálon, és arra gondoltunk, hogy kicsit utána járunk annak, hogy mit is jelent az, hogy katonai alapismeretek, illetve ha például nekünk kellene érettségizni katonai alapismeretekből, akkor hányasra vizsgáznák? Hát Feri, te se voltál, ugye? Pillanatra nem, én nagyon örültem, már elmeséltem nektek a sorozó bizottsághoz. Bementem, bevittem a megfelelő papírokat a szemem állapotáról, és visszahívtak, és ott ült a három bizottsági tag, már nem tudom, kik voltak, a helyi rendőr, azt tudom, hogy benne volt, és mondták, hogy Rákóczi úr, nagyon szomorú hírünk van, hogy ön nem lehet katona, kíván-e ez ellen fellebbezni. Mondtam, nekem nagyon jó, így köszönöm, uraim. Azt tudod, hogy ránk, akik nem voltunk katonák, úgy néznek, mint a véresrondja, hogy a táposok, akik megúzták, semmire kellő, a nem igazi sportember, a tápos. Érted? Hát velem nem akartak kezet fogni a vendégeink, azt mikor mondtam, de fura hallani a mondataimat a te hangodon. Táposok, gyíkok, érted? Hát szóval komolyan mondom, én megúsztam, de én már ügyes voltam, mert a tesztet is úgy töltöttem ki, mert nekem kellett pszichológiai tesztet, neked kellett? Nem, nekem mondom, én egy papírt bevittem, azt mondták, hogy alkalmatlan. Teljesen random mondom, beírtam, hogy gondoltam már öngyilkosságra, stb. És én azt hittem, hogy ezt így nem szívják be, hogy megnézi egy doki, és azt mondja, jó, látjuk, hogy ez kamu, nyilván nincs önnek semmi baja mentálisan, és úgy indított a kezelőorvos, hogy hát már láttuk a teszten, hogy vannak problémák. Ott álltam 18 évesen friss érettségével, éppen készültem az egyetemre, mondom, atya úristen, és akkor valami máj nagyobbodás, Gilbert kor, meg nem tudom milyen papírt szereztem valahogy, és akkor végül is így sikerült. Gilbert kor. Hát milyen jól hangzik, meghallott, hát ki akar egy májfertőző beteget felvenni a sereget. És te szólsz be az én májamra. Nincs semmi baj a májamra. Az én májamra szólsz be. Semmi baj, azt tudtam akkor szerezni. És kézzel, hogy ott összesugtak a bizottságban, hogy a lezeredes úr maga, tudja mi az a Gilbert kor? Nem tudom, de ne égessük le magunkat. Gilbert kor, hát részvétünk. Az egy máj nagyobbodás tulajdonképpen, illetve amikor a szemed kicsit sárgább, és a bilirubin, az epe festék a szervezetedben, ezt meg kellett tanulnom, onnan tudom ilyen jól, az epe festék a szervezetedben, az nagyon mennyiség állítja elő a szervezeted, és nagyon sárgát pisilsz. És mondtam, hogy igen, hát ez szörnyű. És néha szokott sárgulni a szemem, köhögtem kettőt, mint a tűztől úgy féltek, hogy egy fertőző májbetegére fel, úgy raktak ki valahol a Pasaréti úton volt a sorozóbizottság. Hát én most többet megyek, ne lássuk! És még mindenki segbe rúgott. Hát látod, Ferenc, mennyivel egyértelmű volt a dolog, amikor bement a sorozóbizottság elé fél pár gumicsizmá, már maga után húzva egy demizsón. Hát meg a disznó, amit belittem, igen, a fél disznó. Na, vendégeink vannak itt a stúdióban, arra nem számítottunk, hogy ennyien jöttök. 1, 2, 3, 4, 6! Hatan! Nagyon durva. 5 férfi, 1 nő. Teszem hozzá. Azért az? Jó, a rendfokozatokat nem mondjuk, mondjuk azt, hogy te jót, jó? Igen, egy csillag van. Na, azt mondja, hogy Király István alezredes baloldalon. Hello, tegeződhetünk? Jó, gyere, ülj egy mikrofon elé. Itt van. Jó? Valamelyikőtök üljön le azért. Ragadj egy mikrofont, és tedd jó közel a szádhoz. Gyorsan hátra. Ilyet azért ritkán mondanak egy alezredesnek, nem? Szabó Zoltán alezredes, jobb oldalon. Így van, be van nekem írva. Középső Szilágyi László alezredes. Parancs értettem. Gyerekek, itt még senki nekem sikerült előrébb lépni? Vagy hárman ölitek egymást, hogy ki lesz közületek ezredes? Óriási harc folyik. Ki nem mondott háborúban köztetek. Hogy van ez? Várjátok az előreléptetést? Vagy előléptetést? Vagy hogy van? Dolgozunk rajta. Dolgoztok. Igen. Aha. Kérdés, hogy kicsit, hogy fúrod a többieket, minden reggel úgy megyünk be munkába, hogy csak egy maradhat. Igen. Na, nektek, akik tényleg kemény katona emberek vagytok, milyen ezt hallani, hogy itt ül háromból kettő, aki nem volt katona, megúszta, és nyilván kicsit kamuindokkal úszta meg. Szabó Alles mondja nyugodtan, mert látom, hogy maga mondaná. Köszönöm szépen, jó reggelt. Hát azt gondolom erről, hogy így nem mindenki alkalmas rá. És de jó, hogy a Ferire néztél. De jó, hogy a Ferire néztél. Köszönöm. De nagyon. Mi azon dolgozunk, hogy aki akarja, és szeretné ezt csinálni, annak lehetőséget biztosítsunk. Például, amit Balázs, te is említettél, a katonai alapismeretek tantárgy, az pont egy ilyen lehetőség. Itt középiskolásoknak kínálunk egy lehetőséget választható tantárgy keretében. Kicsit megismerjék, jobban közelebb tudjuk hozzájuk vinni ezt a katonai értékeket.
a fegyelem, a bátorság. Ez, a ez ugye a, ez a hivatos doktrina, igen, és igen, akkor igen. Most a privát véleményt, ti vagytok a hazaszégyene. Igen, táposok, csirkék egyébként. Csak zárója. Nem akartam, sok katona volt, hogy elmondta, hogy 9 darab lőszer volt. Hát ez most pázi nyilván nem így van, hivatások vannak, több pénz van, akkor 9 darab lőszer lőhetett el Kecskeméten. Hát azért az nem egy nagy mennyiség, nem Zoli? Ez valóban így van, de az egy lőgyakorlathoz kiszabott mennyiség volt, amit... Aha, és igen, most mennyi? Igen. Hat? Hát az a lőgyakorlat az ugyanennyi, mert többször tudjuk végrehajtani. Na, nekem 10 volt, mert találtam egyet. Te mi voltál tényleg a seregben? Mi volt Csolga? Őrkatona, kőkemény őrkatona. Őrkatona? Az, így mi? Van. Az a mennyi őriz a bódét? Ez azt jelenti, hogy hivatalos igen. Formában? Én nem tudom. Jókai összes és Tereza Orlovszki összes. Ez és hogy végeztél? Milyen pozíció volt? Őrmester igen, úr. Pedálgép. Na, mit jelent ez, hogy katonai alapismeretek is? Mesélj nekünk erről egy kicsit, hogy a fiatalok többen választják, te mesélsz erről, mint a pszichológiát. Hogy szeretnék tényleg megtudni, mit csinálnak a katonák, vagy ők később katonák akarnak lenni? Mind a kettő. Mind a kettő. Uh-huh. Ugye itt egy választható tárgyról beszélünk, és semmilyen kötelezettséggel nem jár ez a későbbiek folyamán, illetve talán a legnagyobb előnye az, hogy belülről meg tudják ismerni ezt a szakmát, ezt a hivatást. Aha. És már konkrét ismeretek reális kép birtokában dönthetnek arról, akarják-e vagy nem. Vagy nem. Ez egyébként és ezt oktatják egyébként az iskolában, hogy vagy csak nagy az önbizalom, sokat néztik a feladatokat, 1-2-3-at, és azt gondolják, és még egy Jason Statham akar lenni. Hát mi még a Rambón nőttünk fel, de igen, igen. Tehát pont ez a filmekből egy másfajta realitást lehet leszűrni, és ugye a valóság az egész más. Igen, de nem akarok kötözködni veletek, de hogyha elém állítanák, hogy ez a katonai ismeretek, vagy pszichológia, igen. Azért én picit azt érzem, hogy ez a katonai ismeretek könnyebb, nem? Te mind a kettő megbuktál. Az mondjuk igaz, de hogyha érettségiznem kéne újra. A könnyebb a katonai alapismeretek? Nem egy kicsit megúszós dolog ez? Védjétek meg a ti mundérotok. Próbáljuk ki. Próbáljuk, hoztatok tesztet? Mm-hmm. Hoztatok tesztet? Pár kérdéssel készültem. Ugyan nem olvastátok végig a könyvet, úgyhogy egy picit könnyítettem rajta. Már aha. Melyik könyvet? A katonai alapismeretek könyvet. Könyvet. Ja, ne, az abszolút gondoltam, nem. Megkímélek benneteket tőle. Kicsoda? Most elmen, most nem vagyok. Kicsoda? Doktor? Mi valaki rosszul lesz? Igen. Kommunikációs tiszt. Neked? Kommunikációs tiszt? Ó, kezicsók! Erőtégiség szívatok. Tessék? Kiosztanám a tankönyvet, hogy tudjatok puskázni. Ó, Zita Hadnagy, osszon ki tankönyvet. Így van, köszönjük. Keményebben verjük a vigyázt. Tessen meg, Zita Hadnagy, ha rosszul végzem el azt a katonai alapismereteket. Zárkába velünk. Futkosóra. Katonai alapismerete. Köszönjük szépen. Atya Isten. Zsülnek tök mindegy, hát nézd rá. Mondja Zita Hadnagy. Kéne készülni, hogy ezt már a 14-18 éves korosztály ezt vágja. Aha. Vágja igen. A 14-18 éves korosztály. Zita Hadnagy, átvesszük, jó? Átvesszük. Hogyan csináljunk két lőszerből vámpírfogat? Na, tessék, jöjjenek a kérdések. Két jó. Teljesen látens, mármint abból a szempontból, hogy sose... Engem ne keverne le! Tehát sose volt, sose fogott fegyvert a kezébe semmi köze, és egy őrvezető, aki őrizte azt a bódét valahol Salgótarjánban, kiválóan őrizte azt a bódét. Meddig voltál? Másfél évig? 13 hónapig. Mi volt a rendfokozatod, mikor leszerelt? Őrmester. Őrmester. 13 hónap volt, mert ugye akkor a magyar néphadsereg, a honvédség már nem tudta fizetni azt a bérpótlékot, amit kellett. Jézus. Többet fizettek nekem bérpótléknak, mint amennyi a fizetésem volt a budapesti teipari vállalatnál. Akkor te maradtál volna, nem? Szíved hogy szerint. Maradtam volna? Hát én végig dolgoztam kőkeményen a kopasz és a gumi időszakom alatt, és amikor már jött volna a Héderel és a királyság, amikor én hozattam volna csokit, kávét, üdítőt a kantinból, akkor leszereltek. Egy rohadékság volt az egész. Órákig dörömböltem még a kapon, hogy engedjen. És azt se felejtsük el, hogy a hátsó kertben azóta is ilyen lövészárkokatás. Hány évesen mentél katonának egyébként? 19. 19? Aha, 19. És nem kérdezték meg, hogy kisfiam, hol van az anyukád? 19 évesen. De bevontak angos bemondomba. Igen, egy fura körszakállas fiú várja az anyukád. Sertenő bajszú óvodást várnak a szülei. Na, jöjjenek a kérdések, Zoli. Katonai alapismeretek. Tessék, nézzük meg, miből vizsgáztak a fiatalok. Az első kérdés, hogy szól? Melyik a helyes kifejezés? Mordály, flinta vagy gépkarabé? Igen. Na. Szóval az első kérdés, az előjáró megérkezik, jó reggelt, vagy jó napot, honvédek köszöntéssel köszönti a katonákat. Erre a katonáknak rövid, határozott választ kell adniuk, hogy hangzik ez. Cső, haver! Már mi, hogy köszönök vissza? Vissza, igen. Bejön a Ales, és azt mondja, hogy jó reggelt, honvéd, mit mondasz rá?
Hello főnök. Nem, hát a hello főnöket nem mondhatod. Miért nem mondhatod? Már barátok. Hogy hello főnök. Azt mondom, hogy jó reggelt. Jó reggelt, uram. Én azt mondom, hogy jó reggelt, uram. Jó reggelt, uram. Jó reggelt, és megnevezem a rangját. Tehát elmondom, hogy jó reggelt, alezredes úr. Jó reggelt, tábornok úr. Jó reggelt, aha, tábornok úr. Mi a pálya, hogy van a kedves felesége, adja-e neki rendesen. Ez nem igaz, mert... nem igaz, mert Feri azt mondaná neki, hogy csodaszép kikeletet kívánok, vezér. Boldog örömmel köszöntelek, drága vezérem. Van-e nálad szalonna és tojás, hogy reggelizzünk? Komolyra fordítva, visszaköszönök és a rangján nevezem. Jó ez így? Majdnem adok egy opciót, szerintem a háromszoros húrá nem alkalmasabb erre. Háromszoros húrá? Húrá. Ezt nem mondjátok komolyan, még itt tart a magyar katolás. Húrá! Jó reggelt kell! Húrá! Gergely, fordulj! Tényleg ezt kell visszaköszönni. Nem mondjátok, ja. Megijedtem volna. Ez is a rossz válaszok között szerepel. Igen? Ja, van válasz lehetőség. Így van. Mika? Ami esetleg neked múltból... Na tényleg, hogy köszönsz? Hát én valószínűleg azt mondani, az itt a hadnak. Megnézzük, hogy sose rosszabb hétfő. A Stokimnál van egy kis rendetlenség. Meg kéne nézni. Na, hogy köszönünk tényleg? Mit mondom? Erőt, egészséget. Erőt, egészséget. Akkor én jó köszöntem nektek, ahogy kimentem. Én azt mondtam, hogy erőt, egészséget. Te rohadt nyaller, pont beletrafáltál. Készült szerintem. Nem készül, ráéreztem. Akkor lehet, hogy én mélyen katona vagyok. Tehát nem mondjuk meg, nem nevezzük meg, csak az, hogy erőt, egészséget. Így van. Aha. Ez jó, azt nem tudtam. Na, na mondja nehezebbet. Elbukulsz. Mondok nehezebbet. Na. Igen? Mi a gulyás ágyú? Ezt most komolyan kérdezem. Mi a gulyás ágyú? Feri szakács. Hát ez egy nagy mennyiségű étel készítésére alkalmas, vontatmányként is a közúton fúvarozható főzőeszköz. Mozgókonyha. Kiváló válasz. Hát, tudod, ennyi. Mert azért, mert én szebben írom le, mint ők, hogy mozgókonya. Ezt nagyon szépen elmondtam. Feri, úgy definiáltál, mint hogy egy szócikk lettél volna a révai lexikon. Én írtam ezt a részt a révainak. Bármi, ami a zabálással kapcsolatos, azt te nagyon tudod. Ennyi. És mert hogy a közúton használható, többenetes vagy. Következő, ha étel van benne, nyerünk. Ferinek kettőből egy, nekem kettőből nulla. Nem állok túl jól. Igen? Még behozhatod. A következő kérdés, a katonai slangben melyik kifejezést nem használták az újoncokra? Mondom a lehetséges válaszokat. Gyökér. Bővítjük. Regruta. Ezt kopasz. Használtuk. Hm? Azt is használtuk. Opsitos. Hm? Riadt szemű. Hát. Várjál, mert az újoncokra használjuk, ugye ez a trükk van, benne, igen. És az opsitos már nem újonc. Persze, lesz nem, az opsitos lesz, így van. Megkaptad az opsitot, vagyis elbocsátottad a seregből. Így van. Első pont. Meg is van az. Megszereztük az első pontot. Csak van tapsnálat. Nem nagyon csodálkozunk, mert mind a kettőtöknek volt kvíz műsora. Ja. És te írtad a kérdést. Azért ezt még tudjuk. Jó, jöjjön egy utolsó. Oké, milyen kötelékekből áll egy szakasz? Na, én itt elérzek. Na, mi ez a szakasz? Ugye milyen kezdődik? Kötelékekből áll? Aha. A szakasz az egy szervezeti egység. Igen, a szakasz. Hány ember van? 100 ember van a szakaszban? Tehát, hogy hány ember van a szakaszon belül, vagy hogy milyen egységek milyen vannak? Egységek, ja, ilyenek, hogy raj. Biztos, meg úttörő csapat. Ja, az nem. Az attól függ, hogy hányan vannak, hogy a Mekong delta felé tartanak, vagy már visszafelé. Jó, Ferinél van a kulcs megint, rajokból áll. Ennyi a válasz? Igen. Jó. De ezt valószínűleg Fluor Tom is tudtam, hogy rajokból áll. Raj volt a kérdés, apám. És tényleg. Gyerekek, pszichológia felé tandálok, tehát nagyon durván elvéreznék. Nagyon-nagyon durván elvéreznék. Egyébként is jól ment a fiataloknak a maga a vizsgát? Ez nyilván biztos, hogy tudtok érettségi eredményeket. Egy folyamatban a javítás, ugye írás pedig ment le, a szóbeli még hátra vannak. Mikor ti javítjátok ezeket, vagy ti kapjátok meg? Én is javítottam ilyen dolgozatokat, igen, de hát ez egy másik rendszerben. Ebben nem lehet hibázni. Zolikám, igen, megint én vagyok az. Figyelj, elakadtam 17 béné. Így van, így van. Még egy utolsót? Na jöjjön egy utolsó. Oké. Okay. Na most oda teszem magam. Ehet-e a katona fagylaltot? Ez valami beugratos kérdés. De hol? Ugye ez a kérdés. Mikor? Biztos. De nem, akkor jönnek a váposok. Ha kint fagyizol és nincs rajtad a sapka, a tesó mindig mondta, hogy jönnek lehet, a váposok. Lehet, csak jégkrémet ehet. Jégkrémet. Vagy nem ehet. Mert megfázik, és akkor... Az biztos az, hogy nem. Van, hogy nem eheti le az egyenruhát, valami ilyen nem, szerintem a miért a fagylat lecsöpök, igen, az egyenruhát? Nem pecsételted az egyenruhát, nem bánthatod, nem lehet koszos, tehát hogy mindig makulátlan kell, hogy legyél, ezért mondjuk egy kalipó jégkrémet elszopogathatsz, de hogy nem ehetsz fagyit... Azt a csülökpörkölt, az nem jó, csöppen kizárjuk le. A fagyit, semmit nem ehet. Menjen haza, azt egye ott.
Vegye le a ruhát. Vegye le a ruhát, nem van, így van, a szabályzat szerint nem ehet. Tessék. Egyébként ugye, lehet étkezni, de az csak a kijelölt helyen. De még gyroszt ehet, de fagyit nem. Így van. De azért csak ott, de tényleg csülökpörköltbe tejtettél már vissza kanalat véletlenül. Mert úgy... Igen, te már jóféle, feriféle körömpörköltet, hát minden Balázs, csúvány. A Balázsnak van igaza, egyébként ez a szabály még onnan eredezik, hogy amikor egyenruhába hagyták el a laktanyát, még a katonák, akkor annak a makulátlanságát megőrizzék. De kimagyarázható, például az általad említett, ez kimagyarázható, hogy mondjuk a vápod, amely Sobert honvéd hozza a nyugati téri aluljáróban, és azt mondja, hogy mester jó, ez csak egy kaipó. Jéka, nem tudom, de már nagyon ilyen. Na jó van. Nem tudom erősíteni, 13 évig katonai rendészként szolgáltam. Nyugodtan, kicsit közelebb, közelebb. 13 évig vápos voltál? Így van. Hú, a tesóm hogy félt a váposoktól? Nem szerettek mi. Ő Kecskeméten szolgált, és a ti feladatotok volt. Igen. Ellenőrizni a laktanyát elhagyók a többek között, nem? Hogy hordják-e a sapkát, milyen az egyenruhájuk? Így van, betartják az alaki és a különböző fegyelmi rendszabályokat, közterületen hogyan viselkednek. Uh-huh. Eltűnt a mosoly az arcáról, csak ellen. Uh-huh. Szigorúan nézek most? Igen. Aha, most igen. Vannak még váposok? Vannak, igen. Uh-huh. Még mindig ez a fehér kalapos, vagy hogy hívják, a sisakos, vagy mi a fehér kalapos, úr. Te dumálsz, aki a négyből egyet tud. Megérhetünk a halára mind a ketten. Mi nem maradnánk életben. Az valami a rendőrök. Ők a rendőrök? Gasztronómi oldalról kezelítem. Nem az volt. Ők a szakácsok felé, és egy hajvédő van a kertben. Ja tényleg, de hülye vagyok. A rendészek legalább vannak, mint mi, csak fehér derékszív van rajtuk, illetve. Mondtam, hogy valami fehér gyerek. Így van. Na jó, oké, tartunk egy kicsit szünetet, Ákos elmondja a híreket, hoztatok nekünk fegyvereket, úgyhogy megnézzük, hogy mondjuk egy zombi támadás esetén, teljesen reális, nem? Egy zombi támadás esetén Ferivel mi mennyi idő alatt maradnánk életben, Jani is csatlakozhat hozzánk. Természetesen. Ha mondjuk kiderül, hogy Budapest egy zombi támadás érte, bemennénk egy katonai őrse, ott találnánk fegyvereket, össze tudnánk-e szerelni, tudnánk-e vele lőni, és le tudnánk-e vele lőni zombikat. Legyen ez egy ilyen kísérlet. Jó, jó? Teljesen reális. Látom és magam előtt a szituációt, a Feri, hogy a francba, hogy a francba, használd bunkónak! És közben engem, már szedek. Zombi ellen jó az ezüst golyó? Nem, vagy az a farkas, sem mindegy, hagyjuk. Majd teljes tévedés. Nem volt minden témakörből kérdés a kvízni sorába. Hidd el, szerintem ezt a beszélgetést már ők is megbánták, hogy bejöttek. Jó, na, folytatjuk nem sokára fegyverekkel, mert hogy voltatok oly drágák, tényleg távcsöves puska, AK-47-es, Kalasnyikov, Uzi, beletrafáltam legalább egyel is? Egyet azt hiszem eltaláltam. Egyet eltaláltam. Skuló, flinta, hegyek. Igen. Úgyhogy jövünk a fegyverekkel. Ákos, hírei után mindjárt. 3:49 lesz, pontosan 4 perc múlva. Szép reggelt kívánunk minden Morning Show hallgatónak. Itt vagyunk a Klasszon és folytatjuk. Ugye arról beszélgettünk a hírek előtt, hogy 12-szer több diák érettségizett katonai alapismeretekből, mint pszichológiából, és vendégeink vannak a stúdióban. Akiket többek között arról faggatunk, hogy milyen ma a katona élet, érdemes-e katonának menni, hányan választják ezt a fiatalok, és milyen volt a régi, vagy milyen a mostani katonaság a régihez képest, de hát nyilván összesen lehet hasonlítani, akkor azért az kicsit talán céltalanabbnak és értelmetlenebbnek tűn, ma már azért ez egy jól szervezett dolog, ha a fiatalok úgy döntenek, akkor egy izgalmas életpályát választhatnak, erről beszéltünk. Viszonylag kevesen választják, gondolom én azért ezt, nem? Vagy kéne még több fiatal, aki mondjuk katonának megy? Így van, de most lesz majd július 1-től egy hát minimum 30%-os illetményemelés, ami úgy gondoljuk, hogy... Hát az fontos, hogy persze. Most lesz majd az a pillanat, amikor a mennyiség idézőbetével át tud csapni a minőségbe. A személy állomány terén is. Hát igen, mert a fiatalok azért azt is nézik, nem, hogy mint életpálya mennyit lehet ezzel keresni, mennyire biztos, mennyi fizetést kapnak. Hát azért az visszatér, amit mondtál, a 9 lőszer az most is timmel, de ugye 9 lőszer? Amit mi valamennyi, mondjuk a 120 órás alapkiképzést hajtottunk végre, most már ez 3 hónapig tart, ugye az 4 hetes volt, most 12 plusz 2 hetes, és minimum 400 óra vagy az fölött van. Tehát hát mondjuk, ha mi mennénk, az plusz 400 óra, nem? Még 400 óra. Tehát már egy bordásfalnál elvéreznél tulajdonképpen. Vagy egy medici labdánál, vagy egy bordásfalnál. Nem, Feri, biztos, hogy az első köz lenne a közelharc a kantinban, az utolsó bohac szeretnél. Én osztanám, hát el. Igen, az a kapucínel az enyém, mondta Feri, és vetődött a kantinban. Na, hoztatok fegyvereket. Szeretnél szólni? Megerősíteni, igen, ezt a hitedben téged megerősíteni. Debrecenben van az egyedüli olyan középiskola, ahova olyan gyerekeket várnak, akik később nagy valószínűség szerint katonák lesznek majd. És annyira népszerű
lett mostanra ez a középiskola, hogy több mint ötszörös a túljelentkezés. Tehát 50 hely van minden évben, két osztály indul, és több mint 200-an jelentkezik. És felvételizni kell, de és felvételizni kell kőkeményen, igen, fizikai és alkalmassági van nekik is egy beszélgetés, és aztán minden nap nekik katonai napi rendszerint megy az életük. Tehát fél hatkor indul a nap, és este 10-kor azt végződik. Hittem, hogy azt fogod mondani, hogy és olyan népszerűvé vált mostanra, hogy már 30 ezeren lájkolták a Facebook oldalára. Reméljük, hogy így lesz, igen. Kommunikációs tiszt vagy? Így van, így van. Ez jól látszik. Elbeszélgetnétek mi? Zita Hadnagy. Zita Hadnagy. Amikor... Ez a Zita Hadnagy, ez még hagyján, de a gyerekek Zitus Hadnagynak. Zitus Hadnagy. Igen, igen, itt a debreceni középiskolában voltam nevelőtanár. Gyerekek, azok ivarérett férfiak. Lesznek, lesznek nem sokára. Na, hoztatok nekünk fegyvereket, egy csomó mindent, ebből kiválasztottunk néhányat, itt vannak régiek, újak, és hirdettünk egy versenyt, méghozzá arról szól a dolog, hogy ki tud előbb, mit tud előbb kicsoda. Betárazni, azt mondja. De ki vesz részt ebben a micsodában? Ki vesz részt ebben a versenyen? Ki tud előbb betárazni egy tárat? Ugye erről szól a verseny tulajdonképpen? Így van. Ez a tár? Jó. Na. Te is így vagy vele. Hány darab lőszert kell beletenni? Hát elméletek 30-at ugyebár, de most akkor mindenkinek 10 darab. Hát ebben nem fél 30. De ez úgy, hogy ott kint harcolok a harctéren, elfogy a lövedék, és akkor egyenként beletolom? Nem úgy van, hogy ezt már így leszedem, mint a filmekbe, és fölrakok egy másikat, ami már be van tárazva? Hát, előtte be kell tárazni. Jó, hogy előtte be kell tárazni. Aha. Jó. Mellény. Kérem, Zita. Van egy máma mellény. Ha jöjjön közelebb a mikrofonhoz. Van egy mellény? Így van, és ott lehet raktározni ezeket. Uh-huh. Jó, jó, de mielőtt neki kezdünk, tegye fel a kezét az az alezredes, aki aláírta, kivel cseszünk ki, hogyha eltűnik 2-3 skuló. Igen. Azt tudtátok, hogy a Feri nem tud megcsinálni egy darab négyütemű fekvőtámasz se? Négyüteműről még nem volt szó, gyerekek. A sima fekvőtámaszról én azt mondtam, hogy én azt nem tudom. Viszont a birka pörköltje az ilyen. Néhány hivatásos katona áll az üvegstúdió mellett, nekik most arcukra fagyott. És azt mondja, hogy Jézus, atya, úristen, hova jöttünk? Figyelj, én a simát nem tudom megcsinálni. Lehet, hogy négyütemű tudok, de nem tudom mi az. Jó, én hagyd vigyem meg a Ferit, a háborúk általában nem négyütemű fekvőtámaszokkal dőlnek el. Szembeállnak egyben, és akkor egy, három, kettő, igen, és akkor igen. Itt többet egy óra alatt. Győztek az oroszok? Igen. Gratulálunk az ukrán bajtársak. Nagyon fontos, hogyha titán van a bal kezemben, csavar, egy tegnapi műtét után, akkor én még lehetek teljes értékű katona, ha akarok menni? Titán. Akár egy kézzel is tudod csinálni a fekvőtámaszt. Akár egy kézzel is tudom csinálni a fekvőtámaszt. Jó, mert húzockodtam, tegnap rám szakadt a húzózkodó fal, az még csak hagyján, de a bulvár újság szerint már ugye titánnal kellett összecsavarozni. Tessék, mi? Szépen gyógyul. Alig látszik a heg. Á, igen, viszont a műtét után a seggem nagyon fáj. Na! És nem tudom, hogy mi történt altatásban. Az ütemekről teszem be, hogy ugye amikor még a látosban voltunk, a katonai főiskolán jártunk, és 100 ütemű szabad gyakorlattal kezdtük a reggeli tornát, tehát ugye 25-nél már elvesztett a fonalat mindenki. Atya Isten. Az még tojásból is sok ütem. Utána már improvizáció volt keményen. Nem, tojásból nem sok, ütemből a sok. 100-at kellett megcsinálni. Hát 100 ütemű. Tehát 100 ugye, ütemű. 4 ütem, az 4, 100-ból pedig ugye valami különböző mozdulatsort kellett volna csinálni, de ez nem jutottunk a végére soha. Tehát ennyire. Na, hogy kell betenni a lőszert a tárba? Előre fele. Merre van az előre? Tehát a lényeg, akkor a gyenge kezével fogja meg mindenki, legyetek szívesek. Milyen gyenge keze? Mit csinálod? Így jó? Tehát a lényeg, hogy van a lövő kezetek, amivel húzzátok az első billentyűt. Most itt legyen bal vagy jobb. Fordítsátok teljesen magatok felé a tárat. Úgy van, magam mellé fordítottam. Van egy tárakasztó itt hátul. Na de várjál, mert görbül, felém görbül. Felétek, így van, a homorú része legyen felé. Aha. És a hüvely, ugye a mutató meg a középsúlyotok legyen itt középen. Ott van. A hüvelykujjatok pedig teljesen fölül. Aha. És akkor a lényeg, hogy az erősebbik kezetekkel idézőbe téve, igen. Az első billentyűt fognátok, azzal csak adogatjátok a lőszert. Jó, mert már... ne tárazd be, Jani, versenyzünk. De te már betáraztál tízzel. Először csináljátok egy ilyen próba idézőbe, egy próbakört. Jó, jönnek a zombik már? Néz ki az ablakon? Jön, csak úgy tudok tárazni, ha jönnek a zombik. De ha nincs zombi, nem tárazom. Várjál csak, hagyd nézzem. Nem, ezek még csak lenyomod, és utána az jön azzal a kezeddel hátra, és próbáld meg úgy, hogy a másik kezeddel csak adogatod a lőszert. Jó, tehát ennek a norma ideje 40-44-50 másodperc, ugye 30 darabnak. Hát mennyi? Tizetek van, tehát 40-44-50. 40-44-50. Akkor valamelyik kollégám ezt elosztja most háromban, és az lesz a... Jönnek-e már a zombik? Nem, Balázskem, ez még csak az MDF piac, a Komjádius szorának. Ne lőj rájuk, ne lőj rájuk. Hallottam, beteg vagy. De
lőj rájuk, ne lőj rájuk. Aha, aha, ez igen. Mehetünk fel, indulhat a verseny? Micsoda, nekem már kész van. Ja. Hogy van kész? Hát neked is, hát valaki ki tudja szedni ezt innen. De most ezt ne csináljuk meg versenyben. Kifelé pedig a hüvelykujjatokat nyomjátok ki, és akkor kezdjük úgy, hogy letesszük az asztalra a tárat, jó, meg hát a 10 lőszer. Ha legyen 5 lőszer, amit be kell táraznunk. Megforgatunk benneteket a forgószék. Akkor hány lőszer legyen? Legyen 5, amit be kell tárazni. Jó? 5 lőszer. Nem kell, hogy Balázs egy lőszert már a számítógépe alá bejtett. Ez bocsánat, a csalok, ahol tudom, jó, persze. Hát ez egy gyerek van otthon, kettő is. Próbálom eltüntetni a bizonyítékot. Jó. 5 lőszer, oké? Ülünk. Akkor tegyétek le az asztalra, nincs kezetekben semmi. Azt hittem, hogy már zombi támadás van, és hogy nagyon kell sietni, majd támadnak a zombi. Jó. Hátul a kéz? Hátul a kéz. 5 darab. Miért ülünk hárma hátra tett kézzel egy asztalnál? Ez teljesen irális, nem tudom. A zombi támadás sokkal racionálisabb. Oké, mehetünk? 3. Akkor mondom, vezényszóra, jó? Vezényszóra, ez jó. Lőszer, tárazd, be. Mi az, hogy be? Mi az, hogy be? Ja, már be, ja, azt hiszem, hogy ja, be, ja, ja. Igen, 1. 2. Berakadt. Alezeres úr, kész vagyok! Még nem. Hol vagy? Majdnem mindjárt. Kész vagyok! Beraktál 5 lőszer. Be. És 3, 3-ig jutottam. Mit kell mondanom a végén? Én puszta kézzel megöltem állat. Kész! Tüzelés, én mindig tüzelésre kész vagyok egyébként, Zita. Zita, azt nem tudod, Zita. Azt nem tudod, hogy mennyire vagyok tüzelésre kész. Hogy hallottál már a kézzel is. A Carl Gustav nevű ostrom ágyúról. Na, mennyi idő alatt tette be Feri az ötöt? Hát szerintem én 5-6 másodperc környékén. Jónak számít? Hát micsoda? 5 másodperc, a kiszámolok. Van hová fejlődni, de egyébként... Van hová fejlődni. Plusz vonjuk... Elsőre nagyon jó. Vonjuk le belőle, hogy nem tud normál fekvőtámaszt se csinálni, azért azt vonjuk le az idő eredményéből. Nincs, hogy egy fekvőtámasz mínusz 2 másodperc? Nem, Balázs, úgy képzel a szituáció... Nincs, mert akkor azt úgy be kell számolni, hogy a pörköltön viszont jobb, mint a tiéd, érted? Akkor... Hogyha úgy van a szituáció, hogy betározási pillanat, a rohampálya, nyert ügyed van. De én nagyon szakszerűen csináltam. Szakszerűen. Tehát már innen visszük a repülőtérre, ott már melegítik az afganisztáni gépet. Ja. Na jó, hát jó van, na ebben nyertél, jó. Én szerintem már puszta kézzel előttem 3-at ott az MDF piac mellett, érted? Tehát én abban vagyok. Jó, hát nagyon drágák vagytok, köszönjük szépen, visszaadom ezeket. Számoljátok meg, nem akarom, hogy eltűnjön egy sem. A fegyvereket is, köszönjük szépen. Izgalmas dolog ez. Egyébként izgalmas dolog. Meddig jelentkezhet az ember hivatásosnak, hogy esetleg a srácok úgy döntenének, hogy... Hogy a Feri 45 pluszban igen, még esetleg odaérhet? Beférne? 110 plusz, milyen 45 plusz? Tényleg meddig lehet jelentkezni? Van ilyenkor határ, hogy 50 fölött már eltanácsoljátok az embereket? Vagy 60 fölött? Tehát ha nincs, akkor mondjatok valamit. 35 év úgy tudom, de lehet, hogy tévedek. A 35 de év egy jó szakácsra mindig szükség van. Na jó van. Drágák vagytok, köszönjük szépen, hát milyen fél komolyak vagyunk, vagy hát igazából kevésbé komolyak, de azért elhangzott egy-két fontos információ is. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy bejöttetek. Egy csomó képet csináltunk, ezeket feltesszük majd a Facebookra és ugyan az Instagramra. Ugyanígy alig használt T52-es eladva. Köszönjük, drágák vagytok, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Hármas ugrás játszunk, már itt is van a játékosunk. Hármas ugrás a Morning Show-ban. Felkészültél? Akkor fuss neki! Értem, hogy menne neked ez ilyen gyorsan egyébként. Mert jó vagyok, ennyi. Hármat tudtam csak betárazni. Belül. Nem tudtam. A zombi támadásnál akkor inkább te maradnál életben. Nem tudod, mennyi borsot fejtett egész életében. Hogy tudjam, mennyi kukoricát morzsolt. A desznyok, nem. Ez is igaz. Ugyanezek a mozdulat. Kiküldték 8 évesen, nézi, 6 raklap kukoricával, vagy morzsolt meg. Addig be nem jössz, de január van, apám, Dolinak, akkor se. Dolinak a disznónak. Hát ezért ilyen ügyes a kezed egyébként. Jaj. Na. Nem ma, ha elcsúszhat, ügyes vagy. De ne szóljál már neki. Már most szerelmes vagyok Zita Katona nénibe. Szeretnék alárendelt lenni. Na jó, van. Tépje egy sorszámot. Írja nekünk egy hallgató, igen. Halló, jó reggelt. Szia. Hello, vagyunk itt többen is. Ciao, hello. Sziasztok. Szia. Hello. Ildikó, hello, Ildi. Honnan hívtál minket? Cekhalomról. Cekhalomról. Voltál katona? Nem. Lesz, hogy nem. Mit csinálsz? Hát most épp semmit, hogy csak veletek átlom. Hát, igen, azt én is éreztem, de hogy mi a foglalkozás, vagy hogy minek tanulsz, mi leszel, ha nagy leszel. Tanulok. Tanulsz, és mit tanulsz? Varrónőnek. Varrónőnek tanulsz? Hány éves vagy? 19. 19? Igen. Hmm. Szokták mondani, hogy a hangod alapján idősebbnek tűnsz? Hát mondták már egy páron. Ugye, hogy olyan a Gyildikónak, mint a kicsit idősebb lenne. És miben vagy jó, mit varsz jól? Hát most még csak úgy próbálkozom, de hát
majd meglátjuk. Melyik megy jó. Jó, milyenek a kérdések, Jani? Nem tudom, mert rajta van egy tár. Jó, akkor mondom. Én se látom. Na, várjál. Jaj, hol a szemüveg? Jaj, az olvasó szemüveg. Mehetünk, Ildi? Igen. Hányadik helyen végzett Csemer Boglárka az Eurovíziós Dalfesztiválon? Így szól az első kérdés nyakbaakasztója. Na, jól kezdted. Igen, így van. 20. lett. A nagyon-nagyon szép 20. helyet érte. Menjünk tovább? Hát nézzük meg. Melyik sportág világklasszis képviselője Lubit Szilvia? Így szól a második kérdés. Még egyszer. Melyik sportág világklasszis képviselője Lubit Szilvia? Nem könnyű kérdés. Ez nem. Hú, nem tudom. Volt vendégünk is itt a stúdióban. Vészet. Nem, sajnálom. Nem, ez a hosszú távfutás lett volna. Ja. Irdatlan mennyiségeket fut. Tehát ilyen maratonokat naponta, ja. Egyet, hosszú távú maraton, nagy maraton, 200 kilométer, ultramaraton. Futóversenyek. Gyakorlatilag a harmadik legjobb ultrafutó a világon. Hihetetlen, amit ő csinál egyébként, igen. Hú, ezt nem tudtam. Ezt nem. Ildi, hát ez egy rövid játék volt, puszilunk, jó? Köszi, sziasztok! Hello, hello. Ez volt a hármas ugrás a Morning Show-ban. Készülj a következő megmérettetésre. Azt érek, hogy Feri képes lenne puszta kézzel egy egész századot harcképtelenné tenni, ha ő lenne a szakács. Így is van, bizony. Vannak módszereim. Igen, át kellett dobni az ellenségnek a hátországát. Hétfőre hozok is nektek reggelit. Igen, jaj, Bali, inkább verd atyhelyen a zombikat csavarral a kezedben, mert a lőfegyverrel kell előbb állsz közéjük, mint odébb. Ez Don Sicki küldte nekünk. Köszönjük szépen. Zita Hadnagyról egy csoma fotót kérnek, mi is kértünk, majd leválogatjuk, és akkor megkapjátok a resztit, jó? 4 perc, pontosan 9 óra jövünk Ákos. Híre után. 9 óra múlt 7 perccel, jó reggelt kívánunk mindenkinek, itt vagyunk. Az M5-ös a Dabasi kihajtói tele van rendőrökkel, az Inárcsik úton pedig csekket osztanak a lakosságnak. Ede küldte ezt nekünk, Ede, köszönjük szépen. M1-es Győr felé 86-os kilométerkőnél mérnek a felüljáróról, illetve a 91-es kilométertől lépésbe lehet haladni. Közúti ellenőrzés miatt többen kérdeztétek, hogy mi a helyzet az M1-esen, miért van dugó. Hát itt van, megérkezett ez az oka. Trafi Balaton Edericsnél, a 84-esen Mala küldte nekünk, az M3-ason Budapest féle a 205-ösnél is mérnek üzeni sárkány, valamint a 441-esen Nagykörös Kecskemét között baleset miatt áll a forgalom, ezt szülinapos küldte nekünk. Köszönjük szépen. Na, gyerekek, nem mondtam? Ja, mondtam? Jaj. Oh. Aha. Azt mondtam, hogy nagy gyerekek, az is százszor. Nem, mi a gyerek? Éhesem alatt. Éhesem alatt. Etest a tököt, hagyd neki. Röfi. Milyen mennyit? 200 legalább. 200? Aha. És a tegnap kölcsönkért pénzt visszahoztad Janinak, meg nekem, csak mondom. Azt hoztam, igen. 2 euró, ez 600. Helyette 200-at. Köszönjük. Jani jól váltja az eurót. Figyelj, bedobok helyette 200-at, jó? Jó, 309. Jaj, gyerekek, nem tudok nevetni, tudjátok, a titáncsavarok elmozdulnak a kezemben, nem tudod, hogy nem egyszerű. Már mondta a doki, hogy ne nevessek, mert a titáncsavarok, ha elmozdulnak, mehetek újra, és akkor viszont, hogy ne essen kár a balkaromon, a végbelemen keresztül operálnak majd. Egy ritka karműtét, multiopti-pupiloptómia a neve, hogy a karnak ne essen bántódás, a végbélen keresztül csinálják, úgyhogy ne nevessetek, mert nagyon fáj. Nagyon fáj a dolog. Isten, de jól vagy azért? Tessék? Tegnapi műtét után jól vagy? Jól. Rendbe fogsz jönni. De már tisztulsz. Már mi, hogy eddig be voltam állva, vagy hogy érted? Hát, az altatás miatt? A nyugtatók, az altatók, igen, de hát ezt mondta az anesteziológus nyilván. Igen, érdekes dolog fogadott ma bennünket egy bulvárlapban, a Blikben, és mindenképpen beszéljünk róla egy mondatot. Kíváncsi ők a cikk születésére, anélkül, hogy túlzottan bántanánk mi az újságot, bár azt gondolom, hogy bántottak ők engem eleget, tehát okom lehetne egyébként nagyon durván neki menni, de nem teszem. Csak egyszerűen hétköznapi kérdések merülnek fel az emberben, hogy én tegnap elmeséltem egy történetet, miszerint ugye rám szakadt a húzaszkodó fal. Ami meglepő. Fekete és egy gyomorult történet volt, hogy arról beszéltünk, hogy én vettem egy ilyen kis ajtókeretbe. Igen, berögzítető húzózkodó rudat, és elkezdtem rajta húzózkodni, csak nem rögzítettem jól a rudat, és ez kiszakadt a falból, lejött és úszögbe meghajoltam, mint amikor az ember elkezd ugye lemenni hídba, ott álltam 4 másodpercet, és hát elmondtam, hogy el kéne mennem dokihoz.
Erre jövök be, és Feri kereggel kérdezi, hogy hogy van a kezem. Hát meg a műtét, meg az altatás, meg az egész. Hát azért erről beszélgessünk már. Igen, hogy hogy van a kezem. Állok, nézek hülyén, és kiderült a cikkből, hogy össze kellett csavarozni az én kezemet. Így van, nem a gipszet választottad, ezt is megtudtuk, mert az sokáig tart, viszont ez az apró műtét segíti a te életedet, és ezzel a kis csavarkával hát már is beljebb vagy. Sírja a Blik, hogy Pekhe Sebestyén Balázsnak egy titán csavart ültettek a kezébe a gyógyulása érdekében. Így van. És azért hihetetlen, hogy ezt egy újságból kell megtudni. Hát, hogy annyi nincs benned, érted, hogy reggel bejössz és el. Most érted, hogy mégiscsak együtt dolgozunk már x éve, érted, és így kell kihúzni belőled mindent. Idéznek tőlem, nem tudok járni és lehajolni sem, pedig délután fontos meccsem lett volna, a műsor után megyek a Gerinc klinikára, árult el Sebestyén Balázs, aki két napja jár a kezelésekre. Jelent ez meg, ugye, ma reggel. Igen. És nyilatkozik egy doki, aki azt mondja, hogy doktor, nem tudom, nem is akarom mondani a nevét, mindegy, a fájdalom ambulancia szakmai vezetője, aki személyesen kezelte Sebestyén Balázst. Neki nem túl jó az arc memóriája, illetve a név. Hát inkább a név memóriával lehet itt baj, igen. Igen. Finoman lehet terhelni, a következő már biztosan indulhat, ezért is választottam én a titán csavart, áll a cikkben, és nem a 3 hetes gipszet. Aha, de te választottad, ugye? Tehát te kérted, hogy ne a gipsz legyen, és hogy se egy sporteseményen fogsz indulni a jövő héten. Mi Janival megfejtettük, ez a senior. Igen, a Masters 3. A Biatorvágyi Grand Prix. Igen, micsoda. Budaörs Grand Slam. Tehát azt így hívják, amin indulok. Egyébként annyira szimpatikus, hogy még úgy is logikusan választa azt a két lehetőség közül, a gipsz és a csavarok közül, hogy ott se vagy. Tehát, hogy nem is kell elmenned, de még úgy is jól választasz, és azt a megoldást választod a kettő közül, ami számodra praktikusabb. Ugye? És mindezt elhallgatom. Aha. Így van. És ott se vagy, és mégis jól látsz. Hogy lesz egy ártatlan sztoriból, amit az ember elmesél, az, hogy össze kell csavarozni a kezét? Valami tévedés van, tehát nyilván ezt ők úgy nem hozzák le, gondolom én, nem? De hát, ha meg a doki nyilatkozik, akkor mi van az orvosi titoktartással? Tehát ez sehogy nem jön ki jól. Uh-huh. Most, ha az igazságot akarod, de tényleg a hallgatókkal együtt, akkor van egy Sebestyén Péter nevezetű motoros. Aha. Egy nagyszerű fiatal ember, akit vélhetőleg veled összekevertek. Hogy azt nem tudom. Plusz az újságírói vénát nem értem, hogyha egy ilyet hallok, azért csak utána megyek, csak nem? Csak megkérdezem, hogy... Bali, jó vagy? Igen. Érted? Uh-huh. Mert, csak hogy az nincs meg. Sebestyén Péternek az esetéhez azért hozzátartozik mindenképpen, tényleg legyünk tényszerűek, hogy nem ott, és nem az. Uh-huh. Felhívjuk a klinikát, megkérdezzük csak. Van nekünk a dokihoz számunk, aki nyilatkozott. Uh-huh. Uh-huh. Megkérdezzük? Meg hát. Azt megkérdezzük az újságot, és hát ha valaki egyébként felveszi, nem, csak kíváncsiak vagyunk, nem akarjuk mi a Bliket egyébként bántani. Okom lehetne rá, de nem vagyok karaktartó, meg nem haragszom rájuk. Csak megkérdezem, hogy ez hogy lesz ebből ez? Figyelj, mert nem? Ha ő sem emlékszik rá, akkor titeket együtt raboltak el. És együtt altattak. Igen. Most kit hívsz? Újság vagy klinika? Nem, most a klinikán. A hívott mobiltelefon kapcsolásáig kis türelmét kérem. Nem, mert van ennek a klinikának egy sajtósa. Aha. Csak azt mondta, hogy hívjuk a dokit. Ő az, aki rólam nyilatkozott. Nem, ő az, aki műtött, nem nyilatkozott. Doktor úr, Sebestyén Balázs Morning Show üdvözlöm élőadásban van. Beszélhetünk egy pillanatra, zavarhatom, doktor úr? Jó reggelt, persze. Jó reggelt. Fáj a kezed. Nagyon fáj a kezed. Doktor úr, mikor veszi ki a csavart? Doktor úr, önt hívták tegnap egyébként ettől a bulvár újságtól, hogy nyilatkozott? De azt nem tudom elképzelni, hogy úgy írták volna meg ezt a cikket, hogy ön nem nyilatkozik. Igen, beszéltem velük. A következő a történt. Igen? A történhetett. Ugye tegnap, mondom az eredeti történet, a Sebestyén Péternek a történet, ugye mi vele állunk kapcsolatban, és őt kezeljük. Péter ugye vasárnap Angliába bukott egy versenyen, eltörte a sajkacsontját, ami szóban van. Hétfőn megoperálták, itt már Magyarországon, és mi gyakorlatilag kedd óta kezeljük a klinikán, vagy hát a fájdalom ambulancián. Ugye tegnap kerestek az újságtól, a Blitztől, és 3 óra magasságával tudtam beszélni az újságíróval, és ugye 4-kor lapzárta. Ez egy nem is diktafonra diktált rádió vagy telefoninterjú volt, hanem jegyzetelt az úr. És ugye gyakorlatilag 2 percre az zajlott az egész, én elmondtam, hogy hétvégén a versenyen bukott, másnap megoperáltuk, 2 hét múlva van egy fontos verseny, tehát jövő hétvégén,
Szerintem ott nem fog tudni indulni, de a rákövetkező, ami még két hét, mostantól négy hét múlva lesz, egy három és fél, ott már igen. Megmondom őszintén, hogy a tegerincsérülésedről nem tudtam semmit. Annyi lehetett, hogy ezt a két történetet valaki elkezdett, hogy egy ember csinálta, fogalmam nincs, valószínűleg összemosta. Az időhiánya, én nem tudom, hogy mi az. És ki volt olyan távolságtartó Balázs személyével kapcsolatban, hogy csak a vezeték nevét mondta? Sebes. Tehát az újság, ez egyértelműen az újságíró hibája, tehát nem a doktor úr a hibáztatjuk, nyilván ezer név, maga ezer páciens. Maga műtötte Sebestyén? Tehát a doktor úr elmondta, hogy mi történt, de hogy nyilván az újságíró főjött, hogy mi a helyzet Sebestyén Balázsral, és akkor a név alapján történt a tévesztés, jól értem? Ilyen kérdés nem volt, mert ugye engem délőtt kerestek meg, hogy majd valaki fog hívni az újságtól. Én megadtam egy időpontot, amikor nem volt nálam páciens, akkor nem hívtak, akkor utána kerestek, hogy na, akkor most kéne, ja, és én hívtam itt az újságírót. És utána mondtam, hogy oké, rövid az idő, mondom, az történt, hogy. Tehát engem Sebestyén Péter ügyébe kerestek meg. De ott elhangzott a doktor úr szájából, hogy Sebestyén Péterrel az történt, vagy az, hogy a betegemmel az történt? Nem, az, hogy a Sebestyén Péter szerintem nem mondtam, azt mondja, hogy Péter a hétvégi versenyen bukott, és ez is ez. A Péter, aha, aha. A kosziuságra nem vette a lapot nagyon, hogy második neve nem Péter. Ugye, mivel négy óra, akkor négy, igen, a Péternek nem a Balázs a második neve. Tehát, hogy gyakorlatilag arra már nem volt lehetőség, hogy szükség meg gondolom, hogy én ezt ellenőrizem ezt a cikket, beadásul ember is volt, hogy szerintem is. Á, hogy ne, persze, nem is a doktor úr hívá, igen. Úgyhogy, meg hát ugye a bulvár újságírásról híres, hogy ilyen orvos, hogy gyógyszerkutatási protokoll szerint haladnának biztonságtechnikaiak. Mikor menjek kontrollra? Ez egy nagyon fontos kérdés. Hogy mikor kell kontrollra mennem? Ugye ez a biztos életével alapvetően ennek a műtétnek ugye az a lényege, hogy egy kitárcsortoknak a csuklóba, és ezt nem is kell kivenni. Igen, hogy azok most kell megtudom ezeket a rossz híreket. Van a köngen kontrollok és kész. Nem kell félni a kilöködés veszélytől? Nem, ez egy inert anyag, tehát alapvetően nem lép bele reakcióba a szervezet, nincsen rá allergia. De egyébként van szofisztikáltabb megoldásunk az otthon barkásról, a túlzottkodónál, és itt az ambulanciánál működik egy fitnesszerem is. Jó, nagyon köszönöm a finom cégét. Tehát, hogy otthon barkásról túlzottkodó. Nagyon szívesen meghívunk ide, és akkor itt lehet ezt a tudományt is tovább fejleszteni, hogyha élsz a lehetőséggel. Jó, doktor úr, jó munkát, köszönjük szépen. Köszönjük. A kontrollt is meg tudjuk ejteni. Jó, megyek mindenképp. Hát ha valami lesz, akkor egyből a doktor urat hívom. Hát, ha még összetörök valami, akkor megyek viszont. Jó, köszönjük, jó munkát, viszlát, doktor úr, köszönjük Köszönöm. Szépen. Köszönjük. Majd igazolást kéri, hogy a reptéren át tudj menni a csavarral. Az bejelez? Hát persze. Hát mindenképpen. De azért, srácok, így végighallgatott ezt a történetet, én nem már tényleg csak egy ugrás az, hogy megjelenjen mondjuk a Rubikon magazinban egy cikk, hogy a középkorú butinodi lamptos Sebestyén egy sajkacsontörés miatt nem foghatott többé hang. Itt valószínűleg az lehetett, hogy a túlfűtött újságíró ugye infót akart szerezni. Ő hallotta a te reggeli sztoridat, lehet, hogy valami beugrott neki, és a doktor úr szerintem... De honnan tudták, hogy oda kell telefonálni, honnan, hol nem mondta, hogy Sebestyén Balázs iránt érdeklődni? Most megkérdezem, kíváncsi, hogy a Blik nyilatkozik, én csak úgy kíváncsiságból följön őket, hogy mit... Szerintem beütötte, valószínűleg beütötte a Google-ba, hogy Sebestyén baleset, műtét. Nyomott egy entert, és már kisadta neki. Hogy hol műtötték. De nem mondtam, hogy műtöttek. Hát de baleseted volt, írtad azt meg majd, amit nem mondtál egy pár szó, úgyhogy ezen aztán tényleg ne akadjál fel. Igen, fejlik a Blik rovat vezetője, csak hogy ez hogy működik, kíváncsi egyébként. Jóban vagyunk, meg jó a kapcsolat, tehát én nem maragszom emiatt rájuk, ez inkább vicces. Csak hogy mit mondanak erre, Robit, a Blik rovat vezetője, megkérdezik. Sebestyén rovat van, igen. Én azt hittem reggel, hogy hűlsz, hogy mi van a kezemmel, és hogy miért nem mondom el ezt nektek, hogy engem műtenek. Nem tudja felvenni, most veszi át a legújabb cikket róla. Azért nem is fogtam gyanút, mert annyira korrektű van megírva minden, tehát nyilatkozó orvos van a bajban. Meg tudod, hogy milyen egyébként, tehát bejön, nem. Érted, és a fogát összeszorítva tényleg egy szisztenés nélkül végigcsinál egy egész műsor, nem látszik rajta, hogy megműtötték. Érted? Tehát, hogy ő úgy viselkedik akkor is, amikor műtővel van, mint amikor nem. Egy hős. Mert egy profi, érted, bejön ide, és akkor végigtolja. Jó, de ilyenkor miért nem nyilatkozik a Blik? Tehát, hogy én értem, hogy ők egy csomó mindent írnak rólam. Én azt is értem, hogy egy csomószor próbálnak, nem tudom, olyan információkat írni, aminek nincs valóság,
arra például, ilyenkor, amikor mondjuk hibáznak, akkor mi nem áll valaki ki elénk is, mondja, hogy a gyerekek igen hibáztunk. Tehát amikor én csinálok valamit, azt ízekre szedik, és napokig élnek belőle. Amikor ők hibáznak, és lehoznak egyet, akkor és megkérdezem egyébként, hogy mi van az orvosi titoktartással, kinek mi köze ahhoz, hogy engem műtöttek, az miért nem hívták fel. Tegnap engem miért nem hívtak fel egyébként, és kérdezték meg, hogy lehozhatják-e a műtétet. Hívtak, hogy szólaljak meg egy cikkhez, de abban nem volt benne a műtét. Mondtam, hogy köszönöm, vegyétek ki a műsorból, többet nem akarok hozzáfűzni. Mi van az én jogaimmal egyébként, hogy a műtéthez senkinek semmi köze. Tehát ilyenkor miért nem áll oda a Blik, és miért nem nyilatkozik? Ha én tilosban parkolok, akkor ők abból, ha hetekig élnek. Ez rendben van, én elviszem a balhét, a hülyeséget csinálom. De amikor ők írnak valamit, ami nem igaz, vagy ők tévednek, akkor miért nem veszi fel a rovatvezető, aki egyébként tudja, hogy keressük, beszélt már vele az Anna is egyébként, és pontosan tudja, hogy most őt hívtuk, és mi hívjuk magánszámról, akkor miért nem veszi fel, és mondja azt, hogy gyerekek, igen, bulvárújság vagyunk, hibáztunk, ne haragudjatok, sokkal korrektebb, nem? Én nem haragszom rájuk, csak amikor ők nagy szájjal valamiért minket ízekre szednek, és hónapokig élnek abból, ha valamit mi mondjuk, ne agyisten hibázunk, mi azt vállaljuk arccal, hanggal egy élő rádióműsorban. Tehát ilyenkor a Bliknek, vagy bármelyik bulvárújságnak az a minimum, hogy odáll, igen, tudják, hogy ezzel foglalkozunk, mert 6-kor mondtuk, hogy 9-kor foglalkozunk, és bármilyen a viszonyunk, és egyébként nem vagyunk rosszban, együttműködés van a rádióval, én nem hibáztatom őket, én ezért a cikkért nem haragszom róla, már annyi mindent írtak, hogy most elolvasom még a Hír 24-en, hogy egyébként Csevesén Balázst megműtötték, engem nem érdekel, az anyám sokkal jobban idegesedik ezen, igen, Hír 24, a tegnap meg is kellett műteni a műsorvezetőt. Anyám fölhívott, hogy egyébként rendben vagyok-e, és hogy azért ő azt hitte, hogy ennél jobban vagyok, hogy én elmondom, hogy műtenek, mondom, nyugi, tehát ezzel nincs baj, ma reggel írtam, amikor ő is először olvasta a dolgokat. Csak ilyenkor valahogy azt várja az ember, hogy álljon ki egy rovatvezet, és mondja azt, hogy igen, bulvárlap vagyok, benéztünk valamit, az újságírónk hülye volt, nem járt utána, fél információra hagyatkozott, mi mindent készként kezelünk, felületesek voltunk, lehoztuk, mert egyébként hangzatosan el lehet adni a telepet. Ez egy korrekt hozzáállás, emberek, ők is hibázhatnak, ők is, csak ilyenkor valaki vegye föl a telefont, nem és tudhatod. A rovatvezető egyébként tudja, hogy mi keressük. Nem nekem tudhatod, csak ez a bajom. Ebben ezzel a pillanatban nem az történik, hogy a teljes Blik szerkesztőség len van az udvaron, sorfalatáz, az újságíró, aki megírta a cikket, középen végigfut, és mindenki rá egyet a laptopjával. A tegnapi lapszámmal így. Na mindegy, jó, gyerekek, erről ennyit írjanak, amit akarnak, csak amikor nekünk el kell vinni a bajt, nekik is el kell, szerintem, és azt kell mondani élő adásban, hogy igen, tudom, hogy kerestek, felmerem venni a telefont, merek válaszolni a kérdésekre, és nem elbújok, és egyébként egy ilyen cikk után nem veszem fel a telefont, mert pontosan tudja, hogy kerestük. Szerintem ez így jó, kéne, hogy jó, működjön. De most azért tényleg imádkozzal, hogy a mai napon vagy a hétvégén ne történjen semmi baj Sebestyén Mártával. Istenem, komolyan mondom, csak tényleg, igen, már nem akarok sem. Az anyámra legyetek tekintettel érzékeny asszony, megijedik egy titán, műtéttől titánokon meg az alkalommal engem. Nőgy, hogy ez mi a jó. Igen, tehát tényleg, vigyázzatok. Na jó, szerettük volna Robit a Bliktől megszólaltatni, mint rovatvezető, aki egyébként beszélt Annával, de adásban már nem jó, akar, nem akar lehet, kerülni. Már nem dolgozik ott. Ne, na, azt látod, nem hiszem. Gyerekek, új Shy Guys dal van. Végre. Na végre kávézhatok. Dal van. Mennyi évet kellett várni erre? Hát a várni erre azért az barokkos túlzás, de megjelent. Új Shy Guys dal. Hát nem is tudom, hogy mit mondjak. Hát. És megvan nekünk alig ez az új levegőt. Megvan nekünk ez az új Shy Guys dal. És mire akarsz ki? Hogy meghallgatjuk és előtte ezt hívjuk szerintem. Ács Bálintot, vagy meghallgatjuk és utána hívjuk, vagy ne hallgassuk meg, csak hívjuk és utána hallgassuk meg, vagy csak hallgassuk meg és ne hívjuk, gyerekek. Ez egy szabadon szerkesztett utolsó negyed óra lehet. Figyeljetek. Hallgassuk meg és az alapján döntsük el, hogy hívjuk vagy ne hívjuk. De, mit tud a dal? Bálint nem annyira veszi alapot, de mi ennek ellenére kedvelik. Nem, ő nagyon komolyan. Hát igen, ő zenésznek tartja magát, és nyilván ez a beszélgetésekből is lejön, de én azt mondom, srácok, hogy itt a péntek, szép idő van. Minek? Te hallottad, Laci, az újság ezt dalt? Aha. Gyerekek, Laciak nem boldog. Hívjuk föl először csak két mondatra a Bálintot, hogy vezesse föl nekünk a dalt. És hogy most hány éves JD? Tényleg, komolyan mondom, engem érdekelünk. Egyébként kedvelem őket. Tehát, hogy akkor ők nagyot alkottak, ezt mondjuk ki. 97-ben lehet rajtuk röhögni, de gyerekek, nem tudom, eladtak hány százezer lemez. Igen, de azért a baranylemezek benne volt a Kozsó is. Hát hogyne? Hát azért a Kozsó ebben professzionális. Professzionális. Sok mindenért lehet bántani, de hogy ő megalkotta ezeket a csapatokat, menedzselte, producerként ott bábáskodott fölöttük, azért abban az értelemben ő abban zseni volt. Zseni. Sokan próbálkoztak már fiú csapatokkal meg összehozni egy zenekart, és azt gondolták, hogy nagyon menni fog nekik. Nem ment jól.
Kozsó jól összepakolt ezt a kis társaságot, jó dalokat írt, vagy irattatott nekik, hiszen pontosan nem tudom, nem néztem utána, de azért Kozsóra mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy tehetségtelen ebben a műfajban. Ez zseniálisan csinálta, így van. Igen. Ács Bálint itt van velünk, hello Bálint, jó reggelt! Sziasztok, hello, hello! Hello, hello, hello! Hát ez már egy Shy Guys-os köszönés volt. Így van, így van. Sziasztok! Hello! Eljött ez a nap. Igen, látod, csak összehoztátok másfél alatt ezt a számot. Igyekeztük. Igen, hányan vagytok most a bandában, vagy ki nincs bent? Ezt tudom, hogy a múltkor elmondtad, de hát én is öregszem. Hárman vagyunk, azért vagyunk hárman. Fogytok mindig. Ugye? De Levente és Attilával folytattuk, vagyis JD és Juliennel, és Zek, azaz János, és Brandon, azaz Zoltán, aki nem tartott most velünk. Zek János, hát ezt így imádom. JD most mennyi idős? Hát most ez így nem biztos feltétlenül fontos dolog. Ami nem nő a JD, meg lehet kérdezni, mert hány éves. Hát csak kérdezem, mert ugye akkor mennyi? Volt... 27. Akkor 23 papíron, de a személyben jóval, nem. Hogy most jóval 40 fölött van. Jóval 40 fölött. Igen. Aha. És a Julien is benne van? Így van, így van. A Julien sokáig zongorázott kint ilyen nagy óceánjáró hajókon. De aztán rászoltak. Dobos volt. Dobos. A Julien nem zongorázott? Dobolt? Hát zongorázni is tud, de ő dobos. Ő dobolt. Aha. De hány éves JD? Hány éves a kapitány? Hány éves a kapitány, igen. Igen. Állítólag megtalálták JD képét egy olyan osztálytablón, amin Szörényi Levent is rajta. Figyelj, Bálint, ez most egy új album, vagy ez csak egy dal, és aztán majd jön a többi, ha jó a fogadtatás? Ez egy új dal, és nagyon reméljük, hogy jó a fogadtatás. Még ma szintén megjelenik a videóklip is, annak is ma van a hivatalos premierje, és szeretnénk össze megjelentetni olyan albumot, amin 5 régi nagyslágerünk szerepel, és 5 új dal, köztük ez a mostani Miért nem maradsz mellettem is. És félmeztelenek lesztek a klipben? Hát csak. Nem, azok az idők elmúltak. Senki nem. Mi már félünk attól, már nem. Na most csak az apuka test a divat, azért kérdezem, hogy most... Nem, de múlt héten ezzel foglalkoztunk, hogy most Leonardo DiCaprio után az apuka test a divat. Tehát már nem ez a kigyúrt, félmesztelenül fehér inget, ezt már el kell felejteni. Én mindjárt meghallgatjuk, de hogy rokkosabb lett inkább, vagy olyan igazi Shy Guys-os? Ez még egy átmenet, a Shy Guys-os hangzás, de már nagyon szép gitárszólamok vannak benne, Dajka Krisztián jó voltából, és azt gondoljuk, hogy ezt az irányt fogjuk tartani. A következő dal, amit már kiválasztottunk, hogy elkészítünk, az egy rock nóta lesz. A Shy Guys-os hangzás azért így elsőre nem tudtam beazonosítani, hogy az mit jelent. Meleg, látszik. 5 vokáloztuk ugye tele a dalokat, most gyakorlatilag 3-an próbáltuk ezt megtenni. Julien, azaz Attila írta meg a vokálszólamokat, szerintem zseniálisan sikerült neki. És ez annak a generációnak szól, aki akkor kedvelt benneteket, és azóta fölnőtt, tehát az akkori tini lányoknak, akik most, mit tudom én, 30-asok, vagy új közösség, vagy azokat próbáltuk újra megszólítani 30-as módon. Érted? Mert akkor 17-18 20 éves lányok voltak oda, értetek? Vagy JD generációjának, akik Karádi Katalinon öltek fel. Ne hallgassad, csak szemétkedj. Nem, alapvetően mi megpróbáltunk mindenkinek zenét készíteni, akinek tetszeni fog. Reméljük, minél többen lesznek. Szerencsére, akik régen lemezvásárlók voltak, már megtaláltak minket, volt már egy nagyon jól sikerült klubkoncertünk is, úgyhogy úgy gondoljuk, hogy a munka az folyik. Mi töretlenül hiszünk abban, hogy ez működni fog, és csináljuk sorban a dalokat. Ezt pedig fogadja mindenki nagyon sok szeretettel. Na ez olyan régi sájgázos. Szívbe. Igen, várjuk meg, mert ez még lehet, hogy ez nem jó kívánság volt. Berészkeptikus, hidd nekem, működni fog. Működni fog? Na meghallgatjuk az új sájgázat. Bálint, köszi, vigyázzatok magatokra, jó munkát, jó? Én is köszönöm, sziasztok. Na, hello. Neked is, csáó, vigyázz magadra, hello. Rendes gyerekek ők egyébként, kicsit szívjuk a vérüket, de helyes srácok egyébként, normálisak, meg tényleg rendesek. A JD egykor rockarc volt, tehát hogy azért picit messzire gurult az alma a fájától, de színpad. Figyelj, ha választhatod, hogy rock, de éjjelhal, vagy Shy Guys, de jól keres, és így egész ország megismeri, hát miért? Hát azért láttunk már ilyet a pop történelmen, azért nézd meg a Csordás Tibit, aki azért fiesták, én Ola Miamo, meg nem. Vagy a klasszikus Juan Vital, meg nem tudom, a rohadt nagy tetoválásokkal, amit ugye a napig nem engedett neki, és annak takargatni kellett, és egyébként kiváló rockzenész, talán a Junkiesból, ugye, és aztán Ola Miamo, meg nem tudom, Juanita, gyere velem, ezeket énekelték a Fiesztával. És ezért... Fero, a klasszikus Ricsével, gyerek is lány, gyere a diszkoklubban, szól már a zene. Na, meghallgatjuk ezt az új Shy Guys-dalt. Jó, egy pici reklám, aztán jövünk vissza. Premier
Hogy először és utoljára azt nem tudom, ez programdöntés, biztos. De először biztos, aztán, hogy átszol a rádió, az már nem rajtunk. Egyelőre ne kérjétek Csabinál. Még azért egy kicsit várjunk vele, jövünk mindjárt az újság egy nótával. Hölgyeim és uraim, ez itt a Morning Show a Klassz FM-en. Szuper királyságászdal volt! Jaj, Feri, hagyjál már ezzel. Egy csomóan szerethetik ezt a fajta zenét, nem? Azt igen? Igen. Hát ez volt az új Shy Guys dal. Nem az én világom, de meghallgattuk. A dal címe miért nem? Hát miért az nem? Az enyém se. Hát miért nem? Se a kérdés jó, miért nem? Meghallgattuk. Hát biztos. Biztos fogjuk még hallani. Tessék? Biztos fogjuk még hallani. Ez igen. Gyerekek, ez nehéz, ugye, mert azért, szóval az ember mindig gondolkozik. Mert ízlésről vitatkozni teljesen értelmetlen dolog. Nem tudod, arra gondolok, hogy tök őszintén elmondanám a véleményemet, csak azért ebben emberek munkát tettek, dolgoztak, nem az én világom, de nem mondhatom azt, hogy nem jó, mert az én ízlésem szerint nem jó vagy nem tetszik, nem akarom őket bántani, mi leadtuk, nem feltétlen kell nekünk ezt minősíteni. De drukkolunk nekik, mert egyébként tényleg nagyon szimpatikusak, helyesek, normálisak és végtelenül korrekt srácok, a Shy Guys-osok, tényleg. Tehát, hogy ez nem az én világom, de meghallgattuk. Ez volt az új Shy Guys dal, a dal premier. Így van. Meg hát azért most, hogy ha csak JD-ből indulunk ki, én nem tudom, hogy Kozsó annak idején fizetette utána a TB-t, és most azért lehet, hogy a nyugdíjatét, tehát sok sikert kívánok. Sok sikert kívánunk. Igen, mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy miről is beszélgetünk ma reggel. Egy érdekes dolgot csináltak a dán rádiósok. Élőadásban öltek meg egy kismat. És azért mondom, hogy érdekes, mert ez egy kísérlet volt, és az érdekes, az nem feltétlen rossz szóhasználat, mert hogy naponta 10-20 százat ölnek meg, ennél sokkal könyörtelenebb módon, tartanak könyörtelenebb módon, és ők az állattartás és az állatvédelem álszentségéről akartak vitát kirobbantani. A kísérlet az volt, hogy ők élő adásban egyébként teljesen szakszerűen megöltek úgy egy nyulat, ahogy minden állatkertben megölnek naponta több ezer nyulat, hogy odadobják a kígyóknak, fájdalommentesen, szakszerűen fejbevágták a nyulat. És a vita indító cselekedetük után arról beszélgettek, és a nyúl megölése előtt is, hogy milyen álszentek azok az állatvédők, akik ugyan védenek bizonyos állatokat, macskát, kutyát, de zokszó nélkül esznek állatot, nem érdekli őket, hogy hogy tartják a csirkéket, hogy tartják a nyulakat, hogy tartják a disznókat, és hogy ennek az álszentségére akarták felhívni a figyelmet, és erről vitáztak egy élő rádió műsorban, ezért megöltek egy nyulat. Mi a módszerről beszélgettünk, hogy jó vagy nem, egyetértünk vagy nem értünk egyet, illetve magáról az állatvédelemről, hogy hány olyan állatvédő van, aki azért közben vidáman megeszi a húst. Baj-e az, hogy valaki úgy védi a kutyát, hogy közben például húsevő, és különbséget tesz állat és állat között. Az is egy érdekes dolog, nem? Hogy a kutyát védem, de a csirkének az a feladata, hogy embertelen körülmények között tartsák, megöljék, megegyem. Így van. Pedig hát ugye az emberek között sem teszünk különbséget az értelmi képességeik alapján. Bizonyám, ezek csak értelmi sem képességek, így van. Lélek, erről beszélgettünk. Nagy felháborodást váltott ki ez a dán kísérlet, de érdekes volt, és szerintem a céljukat elérték. Erről beszélgettünk, valamint vendégeink voltak, méghozzá a Magyar Honvédségtől, mert hogy kiderült, ezt mi sem tudtuk, hogy többen választják érettséginél az általános honvédségi alapismereteket, mint a pszichológiát. Én ezt nem tudtam. Könnyebb valószínűleg az a könnyebb út. Könnyebb út egyébként. Lehet, hogy ez lehet benne egyébként. Igen, hogy megnézték a pszichológiai tételsort, megnézték a katonai alapismeretek tételsort, és inkább ebből érettségiztek. Bali, tedd a szívedre a kezed. Kit választanál inkább? Jungot? Vagy Zita hadnagyot? Nem mindegy egyébként, ráadásul igen, én szakvizsgáztam pszichológiából, egyetemen másodikból, inkább a katonai alapismeretek. Ha ilyen kérdés van, hogy hívjuk az ászlóst, meg nem tudom. Hogy köszönjük az ászlósnak? Lajos, Horváth Lajos, ismerem, Berényi, mint én. Lalikám, igen. Szóval beszélgettünk a honvédségtől alezredesekkel, és aztán versenyt tárasztunk, csak hogy ne legyen annyira komoly a beszélgetés, ezeket a pillanatokat most újra megmutatjuk. 3:10 múlt, pontosan 4 perccel. Csabi, hello, jó reggelt! Ez valami imitátor, vagy? Nem ő, az, hát ő kórházban van. Kórházban van. Igen, van egy dublőre. Temetéséről már gondoskodtunk? Hát
ott azért még nem temessük. Ott még nem tartunk? Jó reggelt, szevasztok. Nagyon kemény a történet. Figyelj, a tanulság, csak még egy fél mondat, bármit olvastok rólunk, ne higgyétek el. Komolyan mondom, eljutottunk idáig. Tudj, Janiról, Feriről, ne higgyétek el, majd mi beszélünk arról, amiről akarunk. Egyes orgánumoknak talán még lehet hinni, de innen kezeljetek fenntartással. Figyelj, a legnagyobb probléma ezzel az amúgy, hogy azért nyilván van egy csomó olyan ember, ez az életrendje, a rádióműsor ilyen, hogy megosztó, hogy vannak olyan emberek, akik el akarják hinni azt, amit olvasnak rólad, ami nem igaz. Tehát, hogyha valamilyen negatív színben tüntetnek fel téged valamilyen bulvárlapban, és azt aztán olyan emberek olvassák el, akik amúgy se csípnek, azok persze akkor azt mondják, na tessék, itt van megint, mit csináltad? Igen, itt most ugye egy műtét van, amivel tulajdonképpen nincs akkora jelentősége, bár senkinek semmi köze hozzá, valójában megműtettek volna. Etikailag perelhető a dolog, ha engem megműtenek, akkor ők ezt hogy hozzák le. Csak tudod, ha írnak valami durvábbat, aminek semmi valóság alapja nincs, és azzal rontanak bárkinek a megítélésén, legyen az közszereplő, legyen az színész, legyen az színésznő, legyen az megbecsült, elismert művész, és tényleg nem egy celeb vagy egy valóságsóhős, de még egyébként róluk sem, tudod? Tehát itt jön a kérdés, hogy akkor a többi is így születik? Akkor a többinek is ennyi valóságtartalma van? Akkor a többi is ennyire igaz, tudod? Szóval, hogy itt senki ne értse félre azt, hogy most az én esetemen lovagunk, mert ez túlmutat azon. Ez nem arról szól, hogy rólam írtak egy baromságot. Hibáztak, tetszett volna, ha elmondjak adás, hogy gyerekek, emberek vagyunk, hibáztunk. Mi is sokat hibázunk a műsorban, emberek vagyunk, hibáztunk mi is. Ezzel nincs baj. Tényleg csak az nem hibázik, aki nem dolgozik. Csak ugye a kérdés az, hogy akkor innentől kezdve minden cikk így születik, innentől kezdve minden cikknek ennyi a valóság alapja, ezeket nem állítom, csak kérdezem, hogy akkor így olvassam én mondjuk a Blikket? Így higgyek el nekik bárkiről, bármit egyébként, hogy adócsalási ügye van, lehet, hogy nincsen, hogy elütött valakit az ebrán, lehet, hogy nem ütött el, csak elsodorta, hogy ez történt, hogy az történt. Még tudom, született kis zsiráf az állatkertben. Nem teljesen erre gondolok, tudod? Szóval, hogy pont azért, mert bulvár újság, és azért, mert bulvár, nekik minden pillanatban, minden egyes élethelyzetben a kutya kötelességük minden cikknek a végletekig utána járni, és nem hozhatnak le félhazugságot, nem hozhatnak le valótlan dolgot, mert... Meg az újságírói etika nem tesz különbséget a bulvár és nem bulvár között. Újságíró van, és kész. Újságíró etika van. Nem a mellényúlás, így van, nem a mellényúlás a baj, hanem az etika hiány, hogy most még azt sem mondod, hogy gyerekek. Szóval, hogy kezeljétek tényleg fenntartásokkal azt, amit olvastok. Az az érdekes, hogy ugye gondolom ti is a gyerekeiteknek folyamatosan próbáljátok azt eladni, hogy nem fontos az, hogy mások mit gondolnak, meg mit mondanak, hanem tényleg, akik körülvesznek téged, akik szeretnek, stb. De közben meg nem tudunk elmenni amellett, hogy esetleg generálhatnak olyan információkat mások számára, akiknek a véleménye nem mindig számít, de közben mégis bosszant, hogy nem tudom, valahol takta harkányban, aki rádióműsort nem hallgatja, csak éppen azt az újságot olvassa, azt gondolja rólad, hogy. Igen, és sose fogod tudni neki elmagyarázni, hogy de nem ez történt. Gyorsan nézzük még egy-két közlekedési hírt. Kecskemét és katonatelep között van egy baleset, az utat lezárták, mindenki nagyon vigyázzon. Brutál dugó az M0-áson Győr felé, áll az egész, mi az 51-es felül érkezve csodálhattuk meg, ezt Ibolya küldte nekünk. Hatalmas a dugó, mi van, most azt nézem, hogy igen, megvan. M0-as 73-as kilométer Maglód felé áll, kamion keresztben helyszínelés folyik, emiatt álltok a dugón. Ezt Laci küldte nekünk, Laci drága vagy, köszönjük szépen. Úgyhogy hát kitartás, ott hatalmas baleset van, ráadásul kell, ha keresztben van a kamion, akkor egy ideig nem is tudtok elmenni. Ez az M0-ason van az M7-es felé, az 5-ös útnál még le lehet jönni. Ez Pálesz küldte nekünk, köszönjük szépen, aki tud meneküljön, mert hatalmas baleset van. És most képzeld, hogyha valahol megírják, hogy mondjuk én gyűlölöm a Tortavárnak a Málnás trüffelét, és el is hiszik az ember. Elhiszik, miközben pedig tudjuk, hogy embert ölnék még egy falatért, de már nincs. Igen, és benzinnel öntik le magukat, és rituális öngyilkosságot követnek el. Igen, ők drágák voltak, küldtek nekünk, nagyon helyesek voltak általam. Küldték, én voltam a futár, nagyon cuki, köszönjük szépen. Hívjuk a naphallgatóját, ha mondja, hogy Morning Show már is. Adunk egy szép kis ajándékcsomagot, aztán Csabi mondja, hogy mi vár ránk 10 után. De mindjárt mondom. Ez újság? Nem. Sőtész koncertjét. Megint a Blikket hívjuk? Na jó, gyerekek, hát nem. Nem, szépen.
Balázs, most olvasom a Nemzeti Sportban, hogy leigazolt a Ferencváros. Sosem említetted, hogy tud focizni. A hír igaz, U11 Sebestyén Balázs Bencét leigazolt a Ferencváros. Balázs Bence? Hallod? Szerencse, hogy ezt nem hozta le semmelyik bulvárnap, igen. Elképesztő, hány vasat tartasz a tűzben. Igen. Ha már foci, az megvan, hogy a Dzsudzsák és a Torgelle beszélget. Ismeritek? Utálok rádió műsorban, nagyon jó. És Balázs kérdezi, te Sanyi, emlékszel még az utolsó ebédre? Mire a Torgelle? Hogyne, rántott hús volt krumpliba. Atya úristen. Tegnap kaptam, nagyon szeretem. Csabikám, remek zenék? És meg is történt. Egyrészt folytatódik a játék, Klassz nyár 2015, a világsztárok nyara a Klassz FM-en. Egyébként kibővült a lista, tehát mindig jönnek hozzá újabb nevek, újabb sztárok, hogy kikkel lehet majd találkozni, hát nem feltétlenül személyesen, de mondjuk a színpad előtt állva. Meg lehet nézni a Klassz FM Facebook oldalán, meg a Klassz honlapon, de ma még Robbie Williams koncertjegyekért. Az menő. Megy az a versengés. Minden órában van. Még van nálam 10 darab, ugye 50 volt hétfőn, és már csak 10 marad, de azt ma mindenképpen odaadom. Márhogy 4, ugye, mert 2-4-6. 2-4-6, plusz a családod. Igen. És amúgy meghozom nektek a Fehérvári Gábor Alfréd elnevezésű úriembert, aki ugye a Rising Star-on tűnt fel. Tűnt reggel, hogy milyen jó kis nótát. Nagyon-nagyon jó. De én amikor először nálatok hallottam, akkor utána be kellett jönnöm megnézni, hogy ki is volt ez, mert ismerős a hangja, biztos valami külföldi sztár. És nem, a Mary Jo, az ő dala. Nagyon jó dala, reggel már meghallgattuk. Igen. Jó, most akkor újra, jó? Jól van, mi a recept, Ferim? Kérlek szépen, rántott csirke. Rántott csirke, és az van, hogy egy összefoglaló esszét ütöttem össze ebből, mert hát nyilvánvaló, hogy azért nem csak úgy, de benne van az alap, a szokásos liszt, tojás, morzsa. Nagyon fontos, de tényleg a B55 lisztben, és hogy mindig szitáld át a lisztet. Jó, mert abszolút ne vicce. Még egy nagyon fontos, habosra verd a tojást, és soha ne sózd meg. Mindig akkor habosra verem. Jó. Igen. A tojást. Így van, abszolút. Persze. Így van, igen. És csak sütőben kiszárított, másnapos zsemléből lereszelt zsemlemorzsával készítsd el. Csak. Na jó, Viki, hozd a gyereket, megyünk enni étterembe. Tehát innen kezdődik. Ezt elolvasom ezt a receptet, na jó, Viki, így akkor innen rendelj egy pizzát. De várját, innen kezdődik, igen? És akkor jönnek még a bonyodalmak, hogy hányféleképpen lehet, és ezeket írtam le szépen, hogy mivel lehet még fűszerezni, milyen technológiák. Várjál, csirkét, mikor kell kezdeni neve? Miért kell mindig bonyolítani? Miért nem lehet egyszerre leírni? Vettél már egy jó sütőhőmérőt, hogy ellenőrizd, hogy pontosan 170 fokos legyen az olaj? Megbántasz ezzel a kérdéssel. Tudod, hogy nem konyha, sütőhőmérő nélkül. Ne viccelj, abszolút. Én makhőmérsékletet tudok mérni. Minden nap megmérem a makhőmérsékletet. És nagyon jól teszem. És egyből erre nagyon elégedett vagyok magam. Hát azután a sok kiégett boxer alsó után érted, én is mindig mérném. Ezzel a sütőhőmérővel én elégedett vagyok a makhőmérséklettel. Az mire kell? A makhőmérsékletre egyébként. A makhőmérsékletére így van, de hogy az olajat például nem mindegy, hogy hány fokra melegített föl, és akkor ezt kell megmérned a hűvérőbe. Na. Anyósom átjön, beleforgatja, megsüti, anyám is megcsinálja. Azt mégis jó. Az a zavarod. Az a zavarod. Már a végzett mamba, viszontlátás. Szedje a zsádorfáját, aztán menjen. Köszönjük szépen. Ők nem méregetnek, meg nem morzsáznak, meg nem igen, klipiznek. Mert ugye van rutin, tudod? De az van bennük nincsen, az jó, ha vesz egy ilyen. A rutinos már nem morzsázik. Igen? Már és mi a követ? Nem morzsáz akárhova. Ja, semmi, hát egy kis libozsírban átforgatott új krumpli van csak nyilván hozzá. Hát meg persze. Fejes saláta ecettel. Hát aha. Merek én ide bármit ecettel hozni? Ne használjam a hagyományos anyagokat. Cukros, ecetes. Csináltam, hogy a rántott hús leírásában azért írtam olyat, ami például szumákos, akkor van pankó morzsás, tehát na van jó, benne ilyesmi is. Jó? Csak hogy tudjatok, miről olvasgatni. Kösz, Feri, jó. A recept ön van a Facebookon, aki szeretne kísérletezni, próbálkozzon. Nemrégiben készítettük egy interjút itt az adásban Csordás Tiborral, az ördöngős mentősofőrrel, akire még Németországban is felfigyeltek, és ők most a hétvégén, tehát május 30-án szombaton 10 órától 15 óráig egy ilyen nyílt napot fognak tartani, egy ilyen mentős napot a Pest-Hidegkúti mentőállomáson, és lesz aszfaltrajzverseny, elsősegélynyújtó és reanimációs bemutató, tűzoltási bemutató, stb. Akit érdekel a dolog, reméljük, hogy sok embert érdekel, főleg a Pest-Hidegkútiakat, akkor azok látogassanak el a Hunyadi János utcai mentőállomásra, erre a bizonyos születésnapi ünnepségre és nyílt napra. Köszönjük. És ismerjék meg a munkájukat. Na, szép hétvégét mindenkinek, jó idő lesz, úgyhogy programozatok sokat. Csabikám, kerti partik, minden? Főleg az informatikusok. Igen. Ma fröccs, ugye, well, hello-val. Bizony. Aztán vasárnap gyereknap van. Vasárnap gyereknap. Hurrá! Így van. Elvisznek a strandra, apád János, viszik is ugráló kötelezni. Nem mész is, nem? Hogy ne mennék, apa? Szeretnél egy kicsit fürdeni egy utoljára? Picit, menjünk a vízbe megint, apa. Bemennél egy kicsit a vízbe? Bemennék a vízbe. Jó, itt van. Jaj, de jó.
jó! Jaj, de jó! Jaj! Belepisiltem, nem baj! Ide, Zatyulám, mögötted elő! Jaj! Nem csak pisiltem, az se baj! Te büdösködő, gyere ki már irasszát! Jaj! Na jó van! Igen. Szevasztok, hétfőn jövünk, ciao, ciao. Sziasztok. Hölgyeim és uraim. Hölgyeim és uraim. Ez volt a műsor, amelyre az ország ébredt. Ez volt már a Morning Show. Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora.